A vodnézőket nagyon nagy szeretettel üdvözöljük ebben az adásban. Andris, kösz a 2 hónapot, hello! Kicsik is nézhetik, igen. Kicsik. Halk vagy testvérem. Mónika! Ne anyádnak a izéről irkáljál, mempiam! Akuntyáró. Tényleg ne. Sziasztok is, hello, itt vagyunk és megyünk is. Ja. Kicsit halk. Én azt javaslom, vegyétek föl a hangerőt. Hangerőt. Megpróbálok közelebbről beszélni. Urka, kösz szépen a 10 GBP-t, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Benkő Sanyi, kösz a 7 dodót. Köszi szépen mindenkinek, srácok, nagyon-nagyon sok vagytok. Kösz szépen a reszumokat, Laci, 10 hónap. Nordik. Jól vagy? Szevasz, testvér, szia. Jól vagy? Minden oké? Most egy kicsit... Tudod, hogy miért vagy te ilyen, hogy gyilkolászod itt az idegeimet szanaszét? Jó vagyok. Már veletek mi újság? Azért öreg, mert izé... Mert... Valaki 20 000! Tudod? Mert kiúszod megint a gyufán. Köszönöm. Csak jól összehánytad magad, minden oké? Okay? Jó, megértem, egy kicsit felzaklattak itt téged a dolgok, meg kicsit... így megrémültél. De az ennyire nem gondoltam, hogy beszart. Ezért álltunk meg, mert ennyire rosszul van. Hányia kellett? El kell mondjak valamit, senkire nem mondtam még el. Senkinek nem mondtam el. Igen. Én bulémiás vagyok. Hát mondjuk úgy is nézel ki. Azért, mert modellkarrieremet szeretném beindítani. És sajnos a vékonyságomra rástresszeltem és bulémiás lettem. Ez a most helyzet. A 2024-es tavaszi kukat. Pista bácsik, össze az ezres. Szerintem, hogyha kihányta ki... magát az öreg bulémiás, akkor ezen. Pakoljuk vissza a kocsiba, aztán kicsit pólójára is van itt az asszony velőjére. Jól van, Dallas, figyelj csak, a pofádat befogod, mert így viselkedsz vele. Tudjuk, te állandóan csak. Kemény vagy. Pedig én ajándékkal készültem, egy tánc koreográfiát. De egész mégis a cigaretta rossz végén állsz állandóan. Na. Pedig egy tánc koreográfiával készültem neked, amit elő akartam adni karácsonykor. Hát most már nem, mert azért most már azért előtt elrúgtad a pettyős. Ja, most bedurcisztál. Pedig nagyon nagy ajándékokkal készültem neked a szeretet ünnepére, mert megmondom őszintén. Még a végén ledurrant az öreg. Az biztos, hogy nem, testvér, meghagyom neked, ne legyél féltékeny. Mária, kösz a 400-at. Szedd össze magad, egy kicsit annyira nagy tragédia nem történt. Megnyugodhatsz. Nem bírok. Bazd meg. Kiszállt, bazd meg. De most itt ki a pofázik itten? Szóval megmondom őszintén, hogy... Mehetünk tovább, folytatjuk az utunkat, ugyanis hát van még egy meglepetésünk számodra. Én nekem de már elég volt. Látod? Még messze mi van a karácsony. Spúrok, mint te. Móni, nagyon szépen kösz a 2000-et. Nagyon szépen kösz. Szabó Mária, kösz a 400-et. Korábban jön ide a Mikulás. De nem kérek semmit, köszönöm. Semmilyen ajándékot, elég messze van még a karácsony. Ne, jó lesz ez. Ez karácsonyi hangú. Egyébként fények meg minden. Így van. Tényleg? Melegség. Érzések. Tűz. Az mondjuk nem hangzik jó. És majd énekeljük, hogy ég a gyertya. Pankucs, kösz az 1 hónapot. Nagyon szépen kösz. Kéri Máriát az All I Want For Christmas. Fehér pólóban vagyok, bazd meg. Elment a hang. Jó. Igen? Na? Hát azt ilyet ne kérje. Na indulhatunk, srácok, mehet a Csipet csapat. Na haló. Gyerünk, öreg. Kerekedjünk fel. Jó, menjünk, hát bazd meg, menjünk. De most... Nem volt még elég. Öreg. Csomó dolgom lenne még. Hallod, amit mondok? Tüdőszűrőre kell mennem, van beutaló. Várjál még egy kicsit erőnk. Minek húzzátok az időt? 169-es frekisrácok. De most hova menjünk? Léta? Hova kell mennem, jó napot? Ebbe az autóba? Várjál, öreg. Dallas? Most mindent beballasz. Utána egyből csináltak, tudod, hogy ezért meg kell ma lenni, el tudod, kell... Tudod, zsírozva a lyukat, mert megy a jobb kéz a segben rak, tudod. Rátok van, rátok lehet, hogy úgy van. Azt a dirinyós faszfejt, oké. Jó, ne kelljen csalódj. Öreg. Evil, kösz szépen. Peti, kösz szépen az 5 rongyot. Mondjad, mi van jobb kéz? Hallott úr, ha még ezt ide? A játékost el kell kapni. Ebbe je? Ja, már beülnek? Végeztünk, utána el kell kapni. Várjál, várjál. Öreg, bal legszélsőbb, akkor gyere. Várjál, ez... Ez a... Öreg, gyere. Nem? Az a jobb legszélső. Figyelj csak! Leo, ülhetsz ide is. Jó, figyelj, ülésfűtés nyom már be, mert prostatán fő van zagadva, mint a görögdínje. Csapok neked mindennyit. Jó, fogd már be a pofádat, ne hízelegjél. Mit piackarizoltad Dallas előtt?
Tényleg moziskodni szoktatok, vagy mi? Igen. Figyelj, öreg, nem kell ilyen ezért. Azt a kurva, láttad, hogy ment? Úristen, Jézusom, normális vagy! Álljon példre a törvény nevébe! Úristen, biztos úr, bocsánat. Segítség, elrabolta! A kurványját. Szarik ez rád. Ilyen az élet, bazd meg. Azt mély nyári gumival jársz ezzel a szarral, nincs pénz, vagy mi van? Silence, kösz a 8 hónapot. Lecseréltük a izéket. A Fordokat, érted, itt van a tél. Kicsit jobban kapnak. Ez izég jó. Figyelj csak, most ez mire megy ki a játék jobb kéz? Áááá, 6x6, várjál, a 6x6 az azt jelenti, hogy... Na még megtanul a végén összehalni. Matematikáznak ittem, fiam. Igen, ez matematikus. Látod, mik vannak itt ebben a világban? De Balidos gyakorolja a matematikát gyakorolja, vigyázzatok. Figyelj csak. Na. Jobb kéz. Mondjad, öreg. Nem kéne őszintén elgondolkodnod magadon, hogy milyen viselkedéssel vagy mostanában? Azt a pamposka hát szádat húgyozzam tele. Hát hogy mit csinálsz itt a környezetedben? A barátaimmal, a te barátaid, mert ugye hát aki az én barátom, az a tied is. Mi? Kösz szépen! Ja, hogy már nagy barátságok vannak itt, öreg. Hát bizony. Hát érdekes, amikor megmentettek a múltkor ott, akkor nem voltunk ekkora barátok, ugye? A 82-es templomot állítottam. Megmondom csak őszintén. Na mondjad. Hogy a barátok azok mindig őszinték, tudod? Így van. De mi nem vagyunk barátok, öreg. Ezt megint elfelejted. Úgy tetszik, én a főnököt, fletteset vagyok. Pence, kösz a 8 hónapot. Akkor baszódj meg. Tudod? Ezzel úgy is baszolni fogol egyszer. De figyelj már, lehetünk üzlettársak is, érted? Milyen üzlettársak? De nézd már meg magadat. Ezzel a biciklis Stranger Things-es buzibirággal együtt. Itt terrorizáltok engemet. Milyen üzlettársak? Mondjuk úgy, hogy leckét adunk neked. Móra, milyen leckét? Jó modorra. Szorítsd már le. Nem, szorítsd már le ezt a buzit. Nem szorítom le. De szorítsd le, hát. Adok, figyelj, van egy tombolád. Onnantól kezdve, hogy elessen a gecibe. Kérhet-e bármit? Szorítsd le. Pöcsök. Van egy zsetonom? Igen. Hát de nem úgyis azt kérek tőled, amit akarok, nem vered. Nem. Lök már kidik, pinád van neked? Istenem. Nem akarom bántani, Dallas. Hát tényleg buziskodtok, állítok. Tisztelet, nem. Ez barátság, látod? Ő is tisztel engem, én is őt. Ez ilyen kölcsönös, tiszteleten alapuló barátság. Aha. Nem extrákkal, extra az nincs. Na, lófasz. Dehogy nem. Szerintem van. Igen, kicsit lelassítok. Jézusom, normális vagy! Segítség! Uram, jól van? Szia, jól vagy? Neked sem mentem. Dehogy nekem nem, te rohadt gecsi. Nekem akadt a szemem? Ja, nem neked akadt be, ennek a köcsögnek. Hívd a rendőrséget! Az meg. Egyet megyünk jobbra, aztán balra. Igen? Egyes bankeret fordulok jobbos, aztán megyünk street felé. Mit csinálsz? Te össze-vissza csosszálsz. Négy gumikkal. Hát lehet, hogy 6x6, de nyári gumi van rajta, tudod? Zesia, kösz szépen a 3 hónapot! Nagyon ne szépek ezt. A kocsiból, jó? Én? Hát hogy szállnék meg, olyan hideg van? Igen? Megérkeztünk az otthonatokhoz. Énekeljünk már, öreg, egy ilyen karácsonyi nótát, húzzuk már el. Kezd el énekelni, öreg. Nyomod. Ég a gyertya, ég. El ne aludjék. Gyerünk, hagyhaj. Énekeljen neked az anyám. Na ez most nagyon csúnya volt. Mire ezt köszönni, 4500? Hát, hogy akkor a putvit fog égni, hanem a gyertya, te köcsög. Vigyázz innen egy kicsit, barátom, hogy nehogy rád dobjam. Mit mondtam neked? Hogy égni fog a putri, ugye? Ez még az a Dallaséknek a jó kívánsága. Ég a gyertya, ég! De most ezt komolyan csináljátok ti itten? Elmondtam, égni fog a putri, ugye? Jó van, Dallas, az anyád hegedüljön a sírodon. Nézem, mit csináltok. Hosszú évek munkáját most romba döntitek.
Érted? Hosszú évek munkája. Tudod milyen drága egy biztos? Hosszú évek kuberálása. Hát ez így van. Ez így van. Tudod, hogy milyen drága egy ilyen sátor? Ahelyett, hogy hálás lennél, most már nem fogtok itt annyira fázni, most már legyen. Így van. De menjünk mielőtt kijönnek a tűzoltók meg a rendőrök. Aztán ezt a köcsögöt megássátok el, az csámé, meg megkeressük a hülyét. Na, ajánlom is. Mit ajánlasz? De most ezt miért csinálod te jobb kisze? Nem szégyellette magad? Közeleg a szeretet ünnepe, jön a Mikulás. Hát pont azért. Mit csinálsz? Hogy a lábad rohadjon le reggelre. Az összes, mind a kettő. Hónaig. Ha? Na öreg, viszont... Te hallod, amit mondok? Az vagy, a helyzet. Vagy süket vagy, bazd meg. Igen? Igen, hallom, csak nem érdekel. Hát engem sem érdekel, hogy mit popázok. Szállj ki a kurva anyádat, gyere. Szállj ki, az pofán bosszak. Na, gyere akkor. Öreg, most mire ez a sok agresszió? Már azt hittem pont, hogy kezdtünk most egy kicsit összebarátkozni. Semmilyen barátság nincs. Bepejeztük, vége. Na, letörülök viszont, az ismerőségünk közé. Igen? Ezt nem teheted. Dehogy nem, vége. Letiltalak. Tudod? Öreg. Igen? Na. Baszd meg, igen, igen. Azt hittem már kezdünk itt összebarátkozni. Nem barátkozok én bele. De buziskodsz ezzel a Dallasszal is. Biztos vagyok benne. Semmi barátság nincs itt, testvérem. Már most mondom. Hát baszd meg, te komolyan neked valami vízfejedben vagy ilyesmi. Nyomja valami az agyadat. Ilyenkor mi van? Készenléti állapotba kapcsolod magad? Vagy mi a passz? Hát igen, így is mondhatjuk. Ha? Így is mondhatjuk. Figyeljére, most nagyon elgondolkodtam. Igen? Nem foglalt vagyok, sajnálom. Na. Nincs buziskodás, a Dallas. Ne mondjad. Megoldod. Igen? Sanyikám, ne idegesítsél már. Figyelj öreg, én most úgy érzem egy kicsit, most ne haragudj, amit egy kis szerelemféltés hallanék a hangodból. Szerelemféltést? Hát, te nagyon rossz adót nézel. Nem is hallasz szerintem, bazd meg. Most neked az a bajod, hogy azt hiszed, hogy én a Dallasszal összejöttem? Én figyelj, sok boldogságot kívánok nektek. Nagy tisztelettel. Pedig össze 8 hónapon. Csak engem hagyjatok ki a szerelmi viszályotokból. Na, öreg, figyelj már, Dallas. Ne jó, hogy itt vagy. Egyelőre pont képzeld el, hogy mondjad. Itt az öreg szerintem kicsit féltékeny. Kösz szépen, Peti. Féltékeny? Figyelj, most én őszinte leszek veletek. Mire ezt szállj ki öreg, ezt most beszéljük meg, légy szíves itt a Dallasszal 3-asban, mert... Várj egy picit. Most úgy érzem, hogy... Nagyon hidegban. Igen? A gyerek, hát nem kéne bulimiásnak lenni, látod? Mi van, csövesek? Mondjátok, mi van? Most mondjátok akkor. A férfiak vagytok, egyesébe jöttök, fegyver nélkül. Na, szóval azt szerintem az öreg, mert tudom mi a baja. Na. Az a baja, hogy azt hiszi, hogy megdőlt te megint együtt vagyunk, és az öreg szerelmes belém. Ez állandóan mindenkit meg. Összeboronál, de egész érdekes módon mindig csak palikat. Tehát valami olyan fixáció van az agyában, hogy másra se tud gondolni, csak fixáció? Arra, hogy zacsi-pacsi. Csak ez jár az egész fejébe, egész életébe, zacsi-pacsi. Állandóan ezen álmodozik, hol a Jokert hozza össze valakivel, hát hol a dilinyós Lali, hol engem, téged, ez mindenki, csak ilyen férfi párokat. Én dőlök meg, hamarosan. Hát neveltetés kérdése biztos. Figyelj csak, Dallas. Ezt az állintelligens, ezt az állintelligens, lipsi, passzopó dubát, szírd le egy papír, az dugd fel a lyukadba. Rendben? Rendben. Rúgy pofán basszlak, hogy kinő a hajad. Na, elrigy a kurva anyádban, gyere akkor, gyere! Na? Gyere, akkor legyél pérfidik! Jó, tanítsd Móresre az öreget, ja, most már kijár neki. Gyere, te Tesco-s bérturbó! Pák, mi van? Dirdur, itt a grafikus, mi van beled, mosógép? Gyere, na! Ha? Na, addig az hova ütsz? Figyelj csak, Dallas, jobb, ha most feladod. Sportemberre látsz szembe. Pák, mi van? Á, golyós dezodorpejű, mi a helyzet? Nézd meg, hát csak kell a pofon neki. Dallas, ne szórakozzál már légy, hát, nem érünk rá. Jézusom, hát, csak menekül, szánalmos vagy, Dick, szánalmos vagy. Tajkártya megvan, mert szükség lesz rá. Fő van dagadva a szemed alatt már, mint a cipó, te csöves. Ha?
Addig hova ütsz te? Hülyetek kocsikba, még a motorokra, mert egy perc. Jut eszembe, öreg. Várjál, ezt itt hagytad te csöves. Sőt, vagy Dallas, tudod mi jutott eszembe? Az az üssétek egymást. Nekem az jutott eszembe, hogy tegnap egy rendőrtől elkértem a gumibotját, mindjárt megjáratom az öregbe, bazd meg. De ricskösebbik végét. Az lesz, azt szereti. Fejezzétek be, légy szíves, ez nem úri emberekhez való viselkedni. Igen? Dallas, szereted a Shield disznót? Hajjaj! Támadt egy zseniális ötletem. Mire ezt köszed így 1500-et? Milyen Shield disznót? Nem szereted a Shield disznót? Én tudod, mit szeretek? Viktor, ülj vissza a motorodra, vagy... Nem tudok nem lesz elülni. Jó, oké. De soha el fog tűnni, ezért. Nagyon hideg van, be kell ülnöm. Ennyire. Lajos, kösz szépen a fél évet, nagyon szépen kösz! Én nem tudtam beülni az első üldésre. Nem találtam a kalapomat, majd. Figyelj már. Mondd. Sült disznó. Akarok enni sült disznót. Hát együnk sült disznó. Hát köszi de volna. Az életben nincsen sült disznó az én asztalomban, ritkán van rá pénz. Mit szólnál hozzá? Főleg amióta rohadék ellopta 300-at. Hogyha meglátogatnánk most az egyik közeli ismerősünket. Jaj, tudom te mire gondolok. Tudod mire gondolok? Hát persze. Hogy ne tudnád. Ezt a két buzi. Hogy szóljon? Már úgy belejöttünk. Gyere öreg. Nem, figyelj csak, most hívtak, hogy bennem kell, mert bokos ügyedéses betétet rendeltem. Azt most hívott az orvos, hogy be kell mennem az ortopédiára. Jó, de most komolyan beszélek, te paszkala, kurva anyádat. Hello, hello. Öreg. Most hívtak, mennem kell. És áll egy. Állj meg, öreg szarházi! Nem bírok! Figyelj csak, te kivel beszélsz, te passzopó! Ha? Öreg, jó, semmi baj! Meg, jó, nyugalom, csak... Állj meg, vagy kiokoztam a tüdőre. Azt láttam, hogy jött a Mikulás, azt meg akartam nézni, hogy kéménybe belemegyen el. Esküszöm! Ne szaladjál, mert leszaladt maradsz itt a mókáról, érted? Jó, most rátok, itt már is be vannak sózva. De te kit, figyelj csak, te lövöldözöl, te mi? Haladjál! Gyere már ide! A rák egyet, hogy jönnék. Itt a lábad alá lőne, táncolj! Azért, hogy dobáljunk egy kis aprót. Nem bírtam meglógni. Szólnál, hogyha meglátogatnánk a süldőt, a disznót, begyújtanánk oda is egy kicsit. Azt kiről beszéljétek? Mikor a lábpirítunk, nem? Tudod te. Nem tudom. Én nem vagyok ilyen body shaming-es izé. Én tiszteletbe tartom mindenki úgy tökéletes, ahogy van, tudod? Mióta vagy ilyen PC csávó, öreg? Én most megváltoztam, tudod? Eljött hozzám az elmúlt három karácsony szelleme. Igen? És mit mondtak neked? Semmit, meg kiszaladtam a szobából, mondtam, pagyás van. Ennyi. Volt elme, minden? Volt az. Neked is lesz ma elme. Ez az egy hiányozni fog az öregnek, ez a sok fasság, amit elástuk, ez hiányozni fog. Mit ásott el te veré barcú? Nem szerettem, mert jókat nevetek a hülyeségeit. Ez hiányozni fog. Amúgy csókolakatjám Szeba. Nem bírtam elvinni az autót. Na, srácok, következő megálló Mirror Drive. Ott lakok. Oda van a bejelentett lakcímem is a Tükör utcában. Igen. Na, tudod mivel van szó. Hogyne. Én izé vagyok, amerikai férfi. Milyen ajándékkal készülsz nekem karácsonyra, jobb kéz? Születésnapomra se vettél semmit. De milyen barát vagy te? Már figyelj, az ő napokra még amúgy nem volt alkalmam átadni az ajándékot. Tudod, mit gondolok? Megyünk te egy olyan barát vagy, aki csak a hasznot húzza. Tudod, kell ez egy kis apróság, de... minden, közben tele vagy pénzzel. Figyelj, öreg, azóta még nem volt alkalmam ezt átadni. Igen? De amúgy egy pinapiramist készítettem neked, képzeld. Már kösz szépen vagy, Dávid, nagyon szépen kösz. Kösz az ezres. Amint találkozunk, legközelebb megkapod. Lehajtunk a kijáraton. Lehajtunk a kijáraton, csöbese. Látod, hogy irányítom itt a dolgokat? Segítek neked, baszd meg. Te se hálálod. Ez ennyi ember, azért. Fékolj. Most hova megyünk? Tükör utca 32? Pécel? Igen. Meg tudnál állni ott a rendőrautó mögött egy pillanatra? Hova? Ja nem arra megyünk? Te rendőrautó ott áll. Jobbra. Nem, de nem, nincsenek rendőrök, öreg.
Hagy menjenek az öregesebb otok, piai! Piai! Te fingárod vagy? Mit te vagy a kurva büdös? Hát... Szerintem a szádot kinyitva hagytad, nem? Abból jön ilyen penetráns dögszag. A szemétégetőből. Norbi, kösz szépen! Az ezeres. Nem öreg, te fingár az a... Fú, egy gyomrom kifordul. Ez nem borcsabb tényleg, nem most. Hát összed én megmondom, ha fingok, bazd meg. Hát. De most már, ha így mondom... Ismerős a ház. Á, sose nem láttam. Megjöttünk. Én ezt nem ismerem. Ezt soha életemben nem láttam ezt a házat. Uh-huh. Szállj csak ki, öreg. Sőssük meg a dagad kurvát. Szálljál ki. Sőssük meg a dagad kurvát. Előttem menjél, légy szíves, mert ezért. Hát ott ülnek, Dick. Télen kint ülnek ezek? Hát mindjárt nem fognak. Szevasszok, szevasszok! Áj, ez most mi? Most megbasszátok a kurva anyátokat, jó? Idehoztam a bandámat, most szopni fogtuk, amiért nem teljesítettem a teljesíteni valót. Pinapiram is ilyenek. Mi? Miről Mati, beszélsz? Szépen a 7 hónapot. Úgy hallottuk, hogy izé, fagyoskodtok mostanában. Amúgy szüli éven van, igen. Kicsit befűtünk, betüzelünk nektek. Milyen fagyoskodtunk? A szerelőt várom, mert büdös van, elömlött a szar. Hát most akkor elég. Hát abból a picsából kétkal is kijön egy alkalomban. De ugye ezt tudod, öreg, hogy ezt te fogod kifizetni a geciba, amit most ezek itt csinálnak. Először is a hangodból vegyél vissza. Ilyen csúnyán nem beszélsz, jó? Ne magyarázz. A szájba váglak. Pufi tojás. Figyelj már. Igen? Hozzád kötözött kiszólt? Kötözött csonka. Téged kikérdezem. Ja, kikérdezed, dagad geci. Meg mit keresel itt? Ja, téged kikérdezed te? Ninjapai köcsög. Ez az én házam. Így van, ez az ő háza, dagad kurvái, így van. Minek jöttél ide? Ha? Mondjad akkor el. Tudja, hol a helyet. Jézusom! Nőbántalmazás! Nőbántalmazás, látta mindenki? Maradj már csendben! Nőbántalmazás. Ez meg nő is, meg fekete is, és izé. Hol a gazdád? És neked hol van, te nyomorult? Hol a gazdád? Na szebben, koca, szebben. Az ő gazdájáról ne szóljatok. Mi a bánatot kerestek itt? Nem is ártottam neked, azt sem tudom, kik vagytok, Dick. Így van, kik vagytok. Figyelj már, te kinek érzed magadat amúgy? Kicsit belenyomjam itt a magmomat a szádba, végre valami beraktak a szádba, örülhetsz is neki. Figyelj csak, jobb kéz, egy kicsit szerényebb lesz. Legalább valamit valakinek figyelj, a szájába. Nem akarok szemtelen lenni, de ebből a szemszögből úgy nézel ki, mint egy gyászoló teletabi ebbe a gúnyába. Érted? Ez a határozott férfi duma. Esküszöm. Nagyon jó vagy, öreges, köszönöm. A teletabit. Hát úgy nézel ki, Dick. Na igen, miért is vagytok itt? Hát jöttünk egy kis meglepetésre ezen neked. Igen, az öreget kérdez meg, hogy... Én nem tudom. Megint milyen szarba kevredett. Én nem idevalósi vagyok, mi csináltál, én csak... És miért vannak itt a srácok? És ahhoz nekem már... mi a fasz... Van. Itt tartunk róla. Befogjátok a popátokat, akkor elmondom nem. Egyébként. Hol van a Lali? Szóval én ezt a kérdést nem is feltenném az öregnek. Senkit nem ismerek itt ezek közül. Nem tudom, mit akarom. Kérdezz a Rózikám, hogy hol van a Lajos? Ja, kérdezz meg! A gyászoló teletabi nagyon ideges, azt észrevettem. Én nem vagyok ideges. Na igen, hol van a Lali? Lali? Ha, hol figyelj, van csak a Lali? Most a Jokerről elmentek valami buliba vannak. Elmentek valami sündisznosi magatásra. Aha, megint hazudsz, igen. Nem, soha nem hazudnék. Ez az igazság. Kurva gyorsan mondd meg az igazat, hol van a fiam? Nyílt egy új diszkó, túlvilágnak hívják, ott bulizik. Figyelj csak? Igen. Ah, az hazudik, ez csak... Nem, azon a másik helyen van a pokol. Melyik? Pokol, szerintem is oda. Az a meleg bár, nem? Az nem lesz, az? Hát nem tudom, nem láttam alól itt már ideje. Én amikor utoljára láttam, egy kicsivel több most volt benne. Valaki mondja meg, hol előtt. Van a fiam? Menj ide, dics ki magadnak. Mi megmegyünk, gyere öreg! Hát, nem tudom, 2 méter mélyen talán, másfél, leugrunk elég fáradt. Figyelj csak dagadt, te így imád. Mit csináltál már, megy így? Ezek csak popáznak össze-vissza, érted? Semmi baj. Te egy retek vagy. Na, ne beszéljen csúnyán, nem szabad, ugye? Köszönöm, mocisok, hogy jöttetek. Arcára nem lőttünk, felismerhető lesz még. Így van. Majd beszélünk. Hol? Gyere, öri. Ide, ne, öreg. A bazd meg, az ikertesvére itt nem lehet tudni, melyik vagy te. Ja, tényleg. Érted, bazd meg. Bocsánat. Archie Gaming, kösz szépen a majd szubot. Majd kitalálunk valami... Magyar szalasz. Pirez, kösz a 4500-öt. Mi elindulunk, elkezdjünk keresni ezt a faszt. Oda ajánlom, hogy menj igyen.
Jó, egy pillanatra, most már azért... Öri. Igen? Az a helyzi, hogy még egy kis pénzzel lógsz nekem. Jó, akkor majd utalom, jó? Tehát a Lajosnál volt mindegy, minden pénzünk ő nála volt, ő volt a kasszás. Szóval nem tudom, mi lesz így. Nem akarok szemtelen lenni. Nem, mondjad. Felkiáltó jel zsíró! Öreg, szállj belőle? Ja, ide mellém. Szállj belőle? Szeretlek szemmel tartani. Hát tudtam én, hogy erre megy ki a játék. De ezt semmi tipi-tapi. Az első randi tuti, nem? Minimum meg kell hínod valamire. Na igen? Igen. Mondjad te kis telefon. Én nem olyan srác vagyok, öreg. Nekem udvarolni kell. Amit én foglak meg kivogatni, nem? Ugye itt a nők izéjén. Sorba állnak mögöttem. Mert? Igen. Rémálmokat akarnak szerezni. Megyünk a nemzetihez, srácok, jó? Na, kis nemzeti. Most azért össze tudnád foglalni egy kibaszott mondamba, hogy mi a retkes, sánta, mocskos kurrabányádat akarsz tőlem, jobbkéz. De ezt még tisztelette és nem idegből mondtam. Igen. Ez majd ki fog derülni a következő részben, de nem most az a baj, mert a GTA exe azt mondta, hogy nincsen elég stexe, elindult a nagy plexe, valakinek van a zsebébe egy pilóta kekse. Szia! Gyerekek, nem tudom, mi folyik itt. Terrorizálják szegény öreget. Terrorizálva van. Petíciót fogok írni, hogy hajrá, Öri! Hagyj menjenek az öregese voltak! Nagyon szépen köszönöm egyébként a 8 hónapot. Ha valakit nem láttam, nem ér haragudni. Ádi, nagyon szépen kösz! Köszi szépen! Nagyon szépen kösz mindenkinek! Ez itt a lámlám reklám. Megjelent a Zero? Meg kéne nézni, Halo. Nagyon fincsi, nincs benne cukor. Az íz pedig a szájadra gugol. Gabi, kösz szépen a szubot, de szépen kösz, hello. Jön a GTA 6, amúgy igen. Norbi, kösz a 7 hónapot, nagyon de kirem, hogy köszönöm. Ez itt a lámlám reklám. Lámlám szexlám. Lám-lám. Nagyon szépen kösz mindenkinek. Pillanat is bemegyünk tovább. Ja. Üdvözlök mindenkit, ez itt egy RP stream, ahol volt egy kis baleset. Vigyük össze 8 hónapot, ami majdnem 9. Nagyon szépen kösz mindenkinek, és akkor mehetünk. Mizőre, kifogytál te is, kifogytál. Én kifogytam. Az idegrendszerből, amit itt csináltok. Itt vagyok, bocsánat. Na jó van. Hazaviszünk téged egy kicsit, Öri, jó? Antix, kösz szépen a 200-at. Úgy láttam, hogy sok volt neked most. Á, bazzik, ver az ideg, te. Rendes porzik a hátam, úgyhogy meg sem mozdulok. Tényleg amúgy. Nyugodj meg, nincsen semmi baj. Lumbágom is kiújult, ahogy most ezt itt csináltátok velem. Ezt érdemlem én jobb kéz, ezt érdemlem. Vagy nem olyan értem, amit mondasz. Mert? Nem tudom. Mondom, miért csinálod ezt, bazd meg? Ja, de ez most azért teljesen jól tettem. Jó volt? Azért öreg, mert hát a végre egy kicsit észreztél. Te is és a Joker is. Mert elég geci emberek voltatok idén. Szerintem lófaszlanok fogtok kapni a Jézuskától. Maximum egy nagy faszt. Azt fogtok kapni. Szerintem? Mert idén is egy kis gecik voltatok. Már bocsánat. Úgyhogy jó lenne, hogyha kicsit magatokba szállnátok. Te is, meg a kappalhangú, pattanásos képű urkapálcika is. Figyelj csak! Igen? A Jézuskánál lesz passz, szerintem azt neked viszi, mert tudja, hogy te szereted. Töménytelen mennyiségben. Ez megint az egyik. Ez a homoerotika. Kende, kösz szépen! Cserny már kösz szépen! Beszélgessünk, öreg. Amúgy igen? Már csomósz egy utalgattál, meg tettél utalást. Tetszett neked? De! Hát te normális igen. Vagy, hogy nézel ki, geci, mint egy hajnali öreg. Diszkóba lesett. Hogy nézel ki? Mondd meg! Még ebben a gúnyában is, ami rajtad van. Hát inkább
mint egy kalapszar. De nem akartam ezt soha kimondani ilyen őszintén. De nem akartam ott megbántani, de... A szurd sem, az hozzád képest egy gyönyörűség. Érted? A szar hát hozzád képest egy dobostorta. De ez nem azért van, de te kérdezted, bazd meg. De akkor most kérem, hogy feltékeny, a Dallasra vagy rám? Egyikőtökre se bazd meg, nem buziskodok. Meghagylak titeket egymásnak. Mennem kéne, mert most megint hívtak az orvosi rendelőből. Jó van. Várjál, öreg, azért. Gyere szállj ki, láss, hogy nem vagyok egy szívtelen geci. Igen? Hú, mi lesz? Igen? Adok neked még valamit, jó? Micsoda? Ilyen búcsúzóul. Ezt szeretni fogok. Mi az? Mire eszköz a 2005-öt? Gyújtó van hozzá. Napot. Mi kéne? Mi a püsszó? Nem gyújtó öreg vagy mi? Nem veszünk semmit, nem kell izé késkészlet, bazd meg. Hát ki szólt hozzá, de ki van vele? Birkatakaró, meg kiskúja sem, meg lislutya sem, semmi. Mindjárt elmondom, csak a gyászoló telet, ami agy húzz el a belét. Igen? Ez nem beszélt, látod, de megint milyen tiszteletlenül beszélsz. Mondjad, mi van? Tinky Winky, mi a passz van? Figyelj csak, nem kérek tőled semmit, szevasztok. Jó? Szevasztok. Adtam neked egy doboz cigit. Jó van, ki látta? Senki. Meg se törtünk. Nekünk is van, tegnap csikkeztem. Így van. Krisztó a csikket összeszedte. Jó, nem fogadunk el ilyen könyöradományokat. Gyere Krisztó, ne állj szóba vele. Na szevasztok. Hát ez most megint fájt, öreg, egy kicsit. Krisztó, köszi fel a szobat. Krisztó, nagyon csak, nagy. Mi csak mit dobtam, hát figyelj. Micsoda. Üldik a pálna merci, az anyám 700-át. Te Piu, ezzel meg lehet... Összerítettem a két kábelt, az dír durvó. Azt a büdös nádbágó kurveget, Krisztópia. Mi a baj? Mi a baj? Szomorú vagy, hát, vagy mi van vele? Hát meg vagyok most recsembe, tudod? Most hát az élet összefújta a dolgokat. Régen voltál kurvánál mindig. Az biztos. Az biztos. Mi történt? Hát ez. Meg jó vagy? Joker. Mondja! Mi van itt? Miért van itt fegyver? Minek kell ide fegyver? Hát, mert itt senki. Bazd meg, ha felgyújtották itt a helyet, de láttam, itt voltam, meg felgyújtották Lalinak a házát. Tudod, akkor mit csináltak? Képzeld el, láttam mindent. Ide kiszálltak, molotov koktéllel elkezdtek dobálózni, megnyálasztam a tenyeremet, lebasztam egy kurva nagy popot, minden, szegyből abba hagytam. De azt nem láttam, mondjuk. Mert láttam, de miről beszéltem, meg azt láttam, hogy verekedtetek ott benne, de figyelj csak öreg, ezt meg kell bosszulni, mi? Így van. A sztorikával már kidolgoztuk. Na ide figyeljetek! De mi fogja, lepogjátok és leszopjátok? Vagy nem, Sztojka! Elindulsz akkor a bandádért! Öreg, van egy nagyon jó tervem! Sztojka, elindulsz a bandáért! Dani, kösz szépen! Én találtam egy szórólapot, ebbe felbérelhető emberek. Nem tudom kik azok, elmegyünk, összehúzzuk a bandát, a kettőt, a cigányok, vs magyarok, és akkor elmegyünk a motorosokért, azt bevesszük a helyet, a faszom. Ez itt fel lett gyújtva mind itt, hogy fogunk aludni? Jó, én magyarul nem akarok egy szót se hallani, csak cigányok lesznek moszlaga. Táj básodi le bojszi lesz kó, mámat émmél rá, meg mindent. Maradjál már vieségekkel. Ugye csak vigyusz, de tisztelettel legyél. Mely Róvári vagyok. Tudjátok, öreg, tudod, a Sztojkának milyen ötlete volt? Azt mondja, hogy van neki egy benzinkuta, azt vizezzük fel a benzint, amikor a motorosok ott vannak. Lefutatnak, azt úgy veszük körül. De hát ez hülye, bazd meg! Ezt oda kell őket terelni, bazd meg! Hogy mennek oda? De nem ezt mondtam, te idióta, elmondtam szépen. Dehogy nem. Mind akart érni egy idegen embert, kessen vele kézbötet, négyig be a benzinkutyat, és akkor ingyen tankolhattam. Tartal meg tele a tényszől. Pártolja! Figyelj csak! Sztojka, menj az embereidért, oké? Itt találkozunk, nagyon gyorsan, de leszarom a tohányzást, nekünk sincs, normális vagy. Várjál már mínusz egy pillanatra, várjál picit. Akartam mondani, hogy viselkedjél, mert pofán baszlak. Most akkor mi lesz? Hó? Hallod, látod ezt a csétkulcsot? Azt mit csinálsz vele? Beleülsz? Jól állítom a fogloknak a méretére. Figyelj csak, azért mondom, hogy úgy beszéljél. Mi lesz tekergetve volna, jó? Megtekergetem én a püledet. Maradj el csöndben, mindjárt jó. Na, jó van, gyere mindjárt. Hely, az aksi nem jó benne, úgyhogy vedd le a világítást, Digri. Te mondj, igen. Igen, megérzést, tankolni légszeres. Ugye, nincsen pénzünk, elfogyott. Hát, de ides. Akkor toljad, basz meg, hogy menjél gyalog. Jó van. Figyelj már, Joker, ez a minusszal. Erről ezért vannak ilyen pajtalankodós történetek. De hülye, ez annyira nem normális ez a minusz, basz meg, hallod? Nem is akart megvédeni téged, vágod? Egyszer be akartam hát, tudom, menni, amikor láttam, hogy ő vernek téged, tudod? Igen. És akkor mondom, bemegyek, most már megvédelek.
De azt mondta, hogy ne menjünk be, mert mi is meg fogunk dögleni, mint a Lali. Figyelj csak, ez a minusz, ez amikor ott voltunk a résztelepen, mikor a Lali összeállt a piában, emlékszel? A plusszal? Igen, elhívott engem az irodájába. Hogy könyörgött, hogy csak hagyj érintse meg a passzomat a szájába, meg ilyenek. Na, erigyél már a passzomba. Ez egy nagy szélhámos. Érted? A szart is kilopja a picsádból, két perc öreg, alatt. Mi a kedvenc számod? 14.395 és fél. Akkor ez. Láttam, nézd ezt a szórólapot? Őket fogjuk megkeresni, mert ezek ha a pénzeket mosnak, akkor ezek fölvállalnak szerintem egyéb jutatásokért, cserébe segítséget, és arra gondoltam, hogy tudod, mi a sztojkának sztojkának felajánljuk a telepét. Hey, hey, jönnek a kurvák. Biztos japánok vagy izi, vagy valami, érted? Itt vagy te, macsok. Álljatok vele szembe, ne álljatok vele szóba. Csináltok minden mindegy. Figyelj csak, Joker, figyelj csak, mi újság, minden jó van. Hát itt tudod, mi volt tegnap? Te köcsög! Figyelj csak. Na, mi a kurva, mit képzelsz magadról, te csövel? Leégették a házamat, és ez mind miatt van. Úristen, leégett a ház. Jézusom. Ha jobban jártunk volna a popánékle. Miért nem szóltatok az öregnek, hogy segített volna? Hát, miért nem szóltatok? Miatt, igen, van, miatt, akkor... Jó, hogy azt nem tudja, hogy a Lali is meghalt. Figyeljetek, most... Ja, semmi, csak úgy vicceltem, Dick. Ja, mi hát most, nem? Na, ez, mi na, melyik jutott... Na, dehogyis. Őszintén, ez csak igaz. Azért mondtam... Van, várjatok, ezt csak azért mondtam egyébként, hogy érezd a különbséget, hogy mi a nagyobb probléma. Szóval, hogyha leégett a házad, vagy meghalt a Lali. De a Lali nem halt meg, csak hogy ez nagyobb probléma. Áldik össz szépen az ezeret. Nincs itt a Lali, elutazott maga. Napban ember. Nagyon szépen. Nincs rá a telefon, azt mondta itt mondja, hogy ne zavarja senki. Nekem meg kimenem sincs. Nem halt meg, csak úgy mondtam, hogy a ház leégés akkora nem nagy probléma szerintem, nem öreg? Figyelj csak, ne, légy szíves, fejezd be. Két példát egymás mellé raktam, azt így kiderült, hogy nem az. Hisztériát fejezd be, mert oda baszok egyet a pályátra, jó? Tehát, hogy ilyen baromságokat összehordtak itt. De ezek nem igazak. Hát, ki tudja, de hol van, majd hazajön egyszer. Persze. Olyan, mint egy kis cica. De mikor egyszer? Olyan, nem egy sok kóbor el, lélek, hagyni figyelj csak, ott álltunk az autóban. Nem, nem, nem hova jön haza, amikor házunk sincs. Az vagyok jó, hát ő itt lakik velünk, nem tudom. Itt maradunk ugyanitt. Hát persze. De mondjuk jó, itt sátor sincs, mert ezt is felgyújtották, mit látod. Majd lesz sátor. De majd figyelj csak, van itt egy kiadó rész, hogyha érdekeltiteket, pufi tojás. De barátjáról megszámoljuk. Tudtok valamennyit adni? Valamennyit pirítsatok, az jó van. Nekem semmi pénzem nincs, mindenem elveszett a házba. Neked? Benne volt az összvagyonom is. De Maugli, neked van? Neki is ott volt a cucca. Hát a pénztárcát minek hagyod bent? Ha? Miért nem hoztad ki a pénztárcát a te ostoba? Mindjárt lebaszok egyet, mert, hogy lesz ilyen hülye? Mert kimentünk, mert büdös volt, mert kifolyt a szar a budiból. Akkor még szerencsé, hogy leégett a ház. Így a baktériumok elpusztultak. Gondold de hogyha egy nagy vírus indult volna el, a szarból. Jó, van, te megint csak magadra gondolsz. Ha nem ég le a ház, elindul egy vírus, zombi apokalipszis, bármi lehetett volna, hülye gyerek. Kifolyik a szar meg minden. Örüljetek nekünk. Nem érdekel az, hogy kifolyt a szar, az, hogy nincs házom, a Lali hol van, azt mondtátok, meghalt. Nem, azt mondtuk, figyelj, ha meghalt, hozzám vagy a házad leég. Melyik a legnagyobb probléma? Azt mondta, hogy megfalt. Megfalt egy nagy paszt. Ha. Jó? A Lali, azt de egyébként nézd a jó oldalát. Jó, elnézést, figyelj csak, Rózi. Hát mondjak valamit, őszinte leszek, de most kajak, frankúr, elmondom, mert Lali megkért minket, lesz. Hogy ne mondja el. A Lali azt mondta, hogy elege van belőled, így van. És hogy át kell gondolni a kapcsolatotokat, ezért becsomagolt azt a kevés ruhája, ami a bőrönbe befért és elutazott. Azt mondta, hogy ne keressük, igen. Majd jön a válaszod. Ennyi így van. És azt is mondta, hogy egy davar geci vagy. Az anyja, szóval, vagy hogy így van, és hogy eltűnt, vagy elkeveredett, az a te hibád. Meg azt is, hogy az ilyen davat úgy bántál vele. Mert úgy bántál vele. Tabocske szépen. Mindig ti magyarázzátok tele a fejét. Kevés pénzt tettál neki, kevés pénzt. Így van, meg azt is mondta a Lajos, hogy ilyen dagat ember izzadság szagodban, és azt se bírja elviselni. Szóval. És a másik pedig néz a jó oldalát, így nem tud kipolyni a szar, érted? Nem baj, majd. Igen? Feltörök, polgármester leszek, és akkor semmi gondom, bajom nem lesz. Jó, mert te tudod, mit törjél föl? Az arcoddal a metlapit bazd meg. Én egyszer az lenni. Egyébként na, nem tudom, tudjátok-e, ez még a polgármesterség előtt van jóval. Dolgokra. Már az elmúlt 3-4 hát, nekem nagy is van, kikérem magamnak. Így van. De hát ez már miért kell, de most őszintén, miért kell sírni? Te egyedül lejöttél a házba, mi pedig itt éltünk.
Így van, de rohadt geci. Le nekünk kéne, hogy azt mondta, hogy jaj, szegény. Így van. Folytja szorom Jokerra, hogy itt bőgsz. Meg! Itt valami szaros gyerek, hogy van? Tényleg, te nem úgy kis kurva az avodába! Nyerjetek már, kussoljatok már, de a fejezzétek már be, bazd meg! Ezt nem lehet bírni, bazd meg ezt a bőgöt! Te se rá, te rá ne kezd, mert... Ó, én ezt sem bírom. Én nem sírok. Szóljatok a végeztetek, bazd meg. Velem, dik. De most már fogsz! Figyelj csak, Krisztó! Nem bírom ezeket, te! Na nézd meg, látod, mennyi női hormon jött, ezt nem lehet bírni. Ja, kijöttek, bocsánat. Állítsuk őket ki, dolgozzuk. Na hova már a mínusz, baszd meg, mehetnénk, mert el kell látogatni azokhoz. Na amúgy tényleg ki kéne állítani oda a parkolóba őket. Kis szipiszopó, ilyesmi. Hát ott a striptease bár előtt. A belgajdult férfiakat lerántsák őket. Ugyanazt adjuk vissza. Megfogjuk, elfoglaljuk nekik, azt felgyújtjuk a helyet. Nem, ezek azt hiszik, bazd meg, itt van a siratófa. Csak megszopatjuk őket, mint ők minket. Ti hárman, aha. Jó. Mit magyarázz? És felgyújtjuk a házukat. Hát semmi, a hármasba akarja, de hát mi nem ignoráljuk az ilyen hülye kurvákat, mi tisztes lányokat szeretjük. Menni kell, hely, venni kell Szabolcsi pálinkát, azt csinálni belőle, molatok kocktédik. Én hoztam, a kocsiba van. Tessék, mondjad, itt vagyok. Mondjad, na, gyere akkor. Majd csak négy szab közt, mikor majd nagyon ráérsz. Na gyere akkor, gyere. Na, mondjad. Te meg fogja szokni az öreget, figyeld ki. Gyere, te szörcsülött. Na gyere. Mondjad el. Ugorjál már egyet, légy szíves. Jaj. Na igen, hallgatom a viselkedésedet, hogy bocsánatot kérjél. Szeretett ünnepét. Képzeld el, igen. Gábor, köszönöm a magamat, meg a Jokert beszélgetni, és meg akarják szexelni a barátnőmet. Azt mondták, hogy úgy berakják neki, meg minden, és azt mondták, hogy majd utána fogják neked itt mondani, hogy olyan jó nőt dugtak, meg hazudni akarnak, hogy basztak, de azt amúgy csak a Mauglit akarják megbaszni. De és akkor képzeljed el! Féltékeny vagy, vagy mi? Én nem, én csak elmondtam neki. Meg kellek! Tudjad, hogy a barátaid mit akarnak amúgy, hogy milyen ficamuk van, ízlés ficamuk. Jó, figyelj csak, én megbasszám azt a nagy dízelnőt, a szanaszét hajtanám. Kit érdekel? De állítólag a Lalit is le akarták szokni. Ez igaz? Meg Laci, köszi be 24 eurót! Szerezni, el akarnak menni a polgármesterhez, és szexelni akarnak vele, hogy te meg ne legyél a képben, hogy nekik pénzük legyen, neked meg ne legyen semmit. Én figyelj, de őszinte leszek veled most, pufi tojás. Rendben? Igen? Az eddig életem során, akiket megismertem, mindegyik egy passzopó volt, érted? És azon se lepődnék meg, ha a Joker, a Krisztó, meg ezek is szövetkeznének ellenem, érted? És tudod, mit gondolok? Szerintem biztos amúgy. Hogy te is ezt csinálod. Valójában... Nyalják a seggedet amúgy. Te akarod nyalni a seggemet egyébként? Azt azért kihagyom. Miért? Most te Istenem akarod kinyalni a seggemet? Apám, azt biztos, hogy nem. Attól félek, hogy nagyon a szélére sétálok, az belezuhadok. Hát előtte rakom. Na Mariannárok! Mi a fasz már megint? Öreg, gyere, megjöttek, itt vannak a sztojkáik! Ezek a legkeményebb tabuk, jó? Behoztam mindegyik családból, szevasszok. Na, figyeljetek, nagyon jó, hogy itt vagytok, mert megvan akkor a terv. Szevasszok. Felgyújtjuk a motorosoknak, srácok, nagyon figyeljetek ide, felgyújtjuk a motorosoknak, ahelyett visszavesszük a bázisukat. De most előtte kell egy kis help, mert azok kurva sokan vannak, úgyhogy tudod, Sztojka, amit beszéltünk, most elmegyünk egy másik bandáért, hát ha besegítenek, de ez nem 100. Úgyhogy takarodjunk, gyertek utána! Fel kell készülni! Azért, bocsánat, a testnevelésből senki nincs fölmentve, igaz-e? Nincsen, de ez nincs évízi iszalatja, valami termaszolt érzek, az lesz. Ezzel menjünk a BMW-be. Évíziek ezek mindannyian? Mi is menjünk. Igen, az ez lesz a termaszolt. Figyelj csak, mi nyugsz. Ide, ebbe a nagyba. A nagyba ülnél belefele, mi? Figyelj csak a... Verjem a szájad. A zsíros... A zsíros Amanda honban? Én nem tudom, merre vannak. Honban a zsíros Amanda? Az most pont tizedig. Maradlaljon magát legfeljebb éjszakára. Én meg akarom baszni őt,
meg is fogod. Szarrugadjon műreg. A szar ki fog hullani belőle, erre megesküszök itt. Úgy bevágom. Aláveredi. Rá fog írni az orcsadalosik, akkor kasszta meg őt. Azért azt elmondanám, hogy én nem ismerem őket, Frankon nem, úgyhogy óvatosan viselkedjetek, mert ki tudja, nem akarok kipurcolni időben, ha már itt nagy vendettek. Vegyél vissza minuszt, mert szájon lesz bevágva. Én mondtam öreg, de komolyan. Há jó, én is mondom. Megyünk, kit verünk meg amúgy? A motorosoktól elveszik a helyet, érted? Mi a fasz? Ja. Gyerekek, pillanat! FTR 60 millió! Szerintem biztos zsírra bekenték a gumit. Bazzek, nagyon-nagyon szépen kösz. Álljál meg, ide jövünk. Mi folyik itt, gyerekek? Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Van egy étterem. Kösz szépen. Ilyen tudom, mit kutyát szolgálgattad. Hát tényleg kutyákat esznek itt? Nagy szasikat. Jó napot! Jó napot kívánok, jó napot! Jó napot! Jó napot, tisztelet! Jó napot! Jó napot! Azt olvastuk, hogy itt nagyon finom vacsorát lehet elfogyasztani, de előtte szeretnénk beszélni egy felettessel, mert múltkor elrontottuk a gyomrunkat. Milyen ütegetésük van most? Nyugodtan, fáradjanak be az ügyet! Jó napot! Be lehet jó napot, tiszteletem uraim! Jó napot! Hello! Az ugye a persze, jó napot! FTR, nagyon-nagyon szépen köszönöm! Irina, kösz szépen! Spárpélyek vagyunk! Mi vagyunk a... cirkuszosok, vándor cirkuszosok ja, vagyunk, igen. És egy kis segítséget szeretnénk jönni, mert találtunk egy szórólapot, ahol önök nagyon finom fekete leveseket tudnak fűzni, és egy kis segítséget szeretnénk kérni a recepthez, nem tudom, itt hogy mondjam el. A tripper fivére is. Azt hallgattam, hogy elrontották a gyomorukat. Ja, igen, persze. Ja, nem biztos, mert... Nem, hát ettünk a giroszt is ettünk az aluljáróba múltkor, lehet az volt. Jó, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek a termalba. Én hasajtó helyet is azt szoktam menni. Minusz, figyelj csak! Igen, nagyon sokan vannak itt. Na, mi van? Kicsit maradj már le, mert olyan büdös vagy, a szemem könnyezíti. Ezt megérzük egymást. Van akinek nagyon büdös a lábó, én is. Itt jó vagyunk, itt beszélgethetünk egy kicsit. Menjünk inkább beszélgethetünk, itt is beszélgethetünk. Ez nekünk ez ilyen. Ez ilyen hétköznapi. De a garázsba. Menjünk a garázsba. Menjünk a garázsba. Ott van a felszáma. Kurva hidegban. Ah, de jó a garázs volt. Ez ilyen téliszonyos. Jó napot. Dávid, kösz a fél évet. Új badget van. Neked is nagyon szépen köszönöm. Jó, mit kérdeztem, hogy japánok vagy. Jó, jó. Akkor csuk majd vissza. Milyen japánok? Én egy ázsiai vagyok. Azt kérdeztem, hogy ilyen kamu japánok vagytok. Nem teljesen kamu japánok, de olyasmi. Jó, elnézést, egy olyan kérdésük van, hogy itt van nekem a barátom, a Stojka Minusz, és hogy neki van egy vastelepe, és arra gondoltunk, igen, ő a Minusz úr. Ő pedig a legjobb barátom, ott az idő másik jó ember. Jó napot kívánok! Mutatkozz meg nyugodtan, te érted. Jó napot kívánok, a Nyári Mikulás vagyok tisztelettel, és itt nagy trébe vagyunk. Aha. Egy kis bizniszekkel jöttünk, igen. Várjál már. Én velük még nem találkoztam. Velünk se, de jó. De azt mondom, hogy veletek se. Na persze. De ő vele egyszer igen. Másról nem. Veled is. Veled is, meg a vele is. Összekemer, mint a kurva főnök. Nem hiszem. Á, nem most hiszem. Én új vagyok most. Nem tudom. Én nem vagyok itt most ebben. Ma emlék költöztem ide, persze. Az öreg itt csak én vagyok. Azt hiszem, csak hasonlít. Gyöngyös határok. Egy háromnegyed évvel ezelőtt ugyanilyen emberek vertek engem meg egy benzinkúton, amikor én cigit adtam, egy ugyanilyen öreg ember. Jézusom, kajakra? Ez biztos, hogy ez egy félelmet egybeös. Na, látja, pont ezért jöttünk ide, mert valójában mi is egy ilyen esetben botlottunk bele, és az a téma van, hogy... Szeretnénk egy kis segítséget kérni, így most már tudja, hogy milyen érzés, és azért nem mondhat nemet. Elvennénk, felpofoznánk, néha oda pörkölnénk neki is kész, ezért adunk fizetséget. Itt a Minusz barátom, neki van egy telepe, abból a részesedést azt mondta. Részesedést is fölkínál a Minusz. Nem beszéljetek csinbe számból. Én az üzleti dolgokban benne vagyok, én szeretem. Na, jó, hát mennyi kell mondjad? Már ha tegeződhetünk itt, uram. Egyelőre azt tudom, mit kell még csinálni. Legalább a duplája, én úgy gondolom. Elmondjuk, mit kell öreg. Hát nyilván el kell. Vannak motorosok, kicsit elvették a ciginket, meg az öreget az öreget kigáncsolták, és akkor arra gondoltunk, hogy szeretnénk oda menni, mert a cigit kértek, nem adott is kigáncolták. Igen. És az lenne az lényeg, hogy elmegyünk, egy picit megfenyítjük, ebből szóval kapjuk egy kis pénzt, mármint a Stojka Minusz kifizeti neked.
A kisebbségeket meglehetett. Minusz, azt beszéltük, hogy a telepedből adunk részesedés. Gyere már, Minusz, hogy beszéljük. Én menjek, vagy a Minusz? A Minusz, a Minusz. Minusz, menj ma az öreg. Gyere már, Minusz, hogy verjem a szádba, te miért akadályozod itt ezt a kommunikációkat? Hát mert most nem látod, mit csinálsz. Nem bírjátok, hogy én tovább. Most megadom a tartozásomat ebbe a percbe, jó? Köszönöm. Gyere, gyere, légy szíves akkor. Mennyi volt a tartozásom? Szóval azt mondja, a lényeg, hogy segítséget szeretném kérni, hogyha... Gyere, nézd meg! Itt van, tessék! Még egyszer, kik vették el a cigijét? Motorosok, a Viper, mi az? Viper? A vízi sikló gecik azok, hát? Ilyen csöves geci, kopasz, csöves... Parcibáló a izé. Valamit hallasz, hogy ez baj van a kopasokkal? De mi a baj a kopaszokkal? Ah, semmi! Ezzel csak egyetlen probléma van. Mi van, hogyha mi kollaborációba állunk velük? Ja, te nem úgy értettem, de velük szerintem nem. Aha. Az milyen? Az finom, mert őt nem ettem még. Kollaboráció. Ez valami japán étel? Az olyan, mint a kollagén. Ez a vérvétel, meg ilyenek a labor? Magyarra próbálom nektek fordítani. Igen? Hát üzleti kapcsolatot ápoltunk velük, meg ápolgatunk még úgy ritkán. Szóval az, hogy mi egy partnert, vagy egy partneri kapcsolatot megroncsunk. Kurva azért, sok pénz kell. Azért bizonyos részesedések kellenek. Ez nem, hogy csak részesedést ad a mély telepéből, hanem inkább utána már én adok részesedést a saját mély telepéből neki. Abban is benne vagyunk, Ményosz is benne van, persze, hát hogy ilyen hogy ne, benne vagyunk mindenben. Hogyne, persze, hát figyelj, odaadjuk az egészet a paszomba. Ha? Ilyet, vigyétek a picsába. Hát minek az a telemobil a passzod minusz? Mire van felbecsülve? Mindenre föl van. Mindenre föl van. Minden a legkomolyabb. Így van. Víz közüzemben van, víz, gáz, helyrajzítám, rajz. Gáz mindenben van, nyílászárók. Így van, tiszta újjak. Én itt most... Új tetőfödémek, stb. Én itt most a cégnek az árára voltam kíváncsi. Az is megvan. Mondjuk a legkomolyabb cég. Így van, a legkomolyabb cég. Több százezer kilométerre vannak. És ez egy bontó, vagy egy mély telep? Mély telep, Dick. Hát a legkomolyabb mély telep a városban, a legkomolyabb. Céges autó, minden van. Különböző milyen mély? Hát vannak ott ilyen kettes pepszik a hűtőben minden. Érti főnök? Kettes pepszik, rántott húsok. Szendvics automata, minden van. Kávé automata is van. Minden. Igen, Bálint, még a legkomolyabb tévék is benn vannak, a legnagyobbak. Nagyon jó, ez mind nagyon jó. Hát szóval arra gondoltunk, hogy ha már ilyen kollaboráció, vagy nem tudom, hogy mi hogy hívják, vagy mi ez a szó, de mi is lehetnék laboránsak amúgy, hogyha gondolja. Bár megvan az egészségügyi kis könyvben. Laboránsokra egyébként szükségem van, mivel én amúgy orvos van egy vagyok. csodálatos injekciónk egyébként, amit gyógyításra szoktak használni, ez az inzulin. Csak igen. Mi ezt egy kicsit megspékeltük, és hát... Miben? Hasznos kiszer lett. Igen, ugye hát mivel hogy a laboránsaim nem mindig érhetőek el a nap 24 órájában, ezért nekem mindig szükségem van egyébként. Én nagyon jó laboránsokra vagyok. Szóval jól én tudod vegyíteni az anyagokat? Én nagyon jó laboráns vagyok. Itt a barátom igen. Például gyerekkor volt a laboráns. Laborba fürdik. Ez a baj. Ja, nekem is volt egy gyerekkori barátom. Egyszerűen is fürdtem laborba. Laboráns. National Geographic. Hát beszélgessünk. Na, azt elmondtuk valami mimik tudunk adni, de azt nem hallottuk, hogy ti mivel tudtok szólni. Ájjájájájá, elnézést kérek a tapintatlanságért a Minusznak. Az a probléma, hogy mi azért jöttünk, hogy Minusz, hogy ők segítsenek nekünk is, ezért cserébe te azt részesedést a telepedből nekik, igen, érted? Tudom, csak kérdezem, hogy ki lehet tudok hány emberrel, a nyelvfejzerek, ja, mit tudnál segíteni, mert az egy két bolt. De mi csak arra gondoltam, hogy mondom, hogy beszélítjük őket. Jöjjön be mindenki a garázsba. Mindenki. Befejezzük őket, meg ilyenek, és akkor utána mindenki megy a dolgára, és a Minusz van meg... Megnézzem a hány óra. Hogy menjen az öregesebb ott? Gergőről jön szépen köszön 20 eurót vagyunk. Neked is, köszönöm. Tiszteletem. Hát nekünk az elég, amúgy igazából pont ennyien szeretnénk, amúgy ennyire gondoltunk mi. Ja, ez igaz, ez jó mondja ott hátul, pont ennyire gondoltunk. Én gondoltam. Én legalább a duplájára. Még egy ember nem lenne, ha úgy van. Elnézést, a Minusz, valaki pluszolná most egy pillanatra itt, srácok, mert... Ez vagy te fogsz.
Szóval a kérdés az, hogy akkor nem segítenétek nekünk, de kajakra léci már? Gyertek már, lécike? Hát ha nem lesz minuszos az üzleti, szerintem benne lesz. Plusszos, ez az lesz, pluszos, van egy fia, az úgy hívják, hogy plusz, de mit segítünk. És most akkor lenne egy kérdés, utolsó kérdés, mi a garancia arra, hogy az a bizonyos üzlet, az nekem pluszos lesz? Jó, elmondja mi? Ja, egyrészt nézzél már rá, érted? Ha gondolod, akkor elmondom, hogy tudod, hol van a Mészbank aréna? Igen. Na, ott van mögötte az a telep, a legnagyobb telep. Na, oda be tudsz járni a nyakára, mindig kérni tőle lóvét, meg ilyenek, ennyi. Uh-huh. Na jó. Tudod húzogatni, meg ilyenek, érted? Na, húzogatni általában nekem szokták. Ott van a zsíros Amanda, az is úgy beránt, öcsém. Szemet kiugrik 70 centire. Jó kis csoki pucsi, meg ilyenek. Van ott minden. Vagy én szétnézek, kisgutya minden van. És ha már ilyen kicsit ilyen, tényleg ilyen, hogy te is fogalmaztál, tapintatlan volt elvelem, én ahogy szétnézek, meg ne haragudjál, de ilyen, így az emberekből azt tudom leszűrni, hogy ez az 500 kp visz feeling, tehát... Micsoda, becsületes cigányok vagyunk. De több pénz kell, nem probléma, azt is adagyja. Persze. Nem mondom magában a pénzzel van a probléma, a pénz. Nők kellenek, nézd, ott van két hátul, neked adja. Csak ezek kettő kérdek. Gyere, egy perce, gyertek vele, megmutatom, hogy miért nem kell engem a pénz. Igen. Azt hittem, hogy fölmegyük az ára. Meg amúgy lazolnok sem az összes, be van a tétre. Ezek tele vannak? Én igen, csak én mindent nem odaadom. Oda a főnök beviszi oda embereket, azt... Meg egy embert. Na, meg lehet nézni, engem miért nem érdekel a pénz. Mert mosogatás van. Mert mosogatsz vagy mi? Olyasmi. Mosogatok, ezek most igazából éppen szárításon van. Jó, akkor figyelj csak, akkor mondd el, mi kell neked, érted? Nincs az a pénz, vagy az a dolog, amit ne tudna megszerezni, amit... Nem tudom, hogy van egy... Figyelj, a brigádban van egy fickó. Mindig úgy vagyok vele, hogy a kapcsolat. A kapcsolat az első. És az a baj, hogy már szokták mondani, hogy pénz beszél, kutya ugat. De erre van egy nagyon jó ellenmondás, hogy az erősebb kutya szokott baszni, és ugye itt általában egy város vagy az alvilágban az az erősebb kutyaknak a legtöbb kapcsolata van. Jó, akkor elmondanám, hogy itt a mínusz kollega. A mínusz kollega például mosógép szerelő volt 15 évig. Fölmérít minden, bármi baj van. Éjszaka jön, fűtőszálat, mindent megcsinál, érted? Hát Hévizen volt portás, meg ilyen izé, hogy hívják, tudod, amit mindent megcsinált. Persze. Az mi annak a nevőreg, mondjad már? Gondokká, az volt. Az gondok, bassz meg, ha? Na, gondok volt, Hévizen. Magyarán van egy gondokot, Hévizről. Várjál csak. Tehát akkor te azt mondod, hogy 15 éven keresztül voltál mosógépszerelő. Így van. Az napi 10 óra munkába, ha egy ember számolok egy órával, az napi... Így ne számoljon, mert az öreg rosszul van. Nem, el is álljuktam a te. Ne számoljon. Ha az év 365 napjába dolgoztál, akkor 3650 embert ismertél meg egy évben, ami szorozva mondjuk 15 évvel, az 54 ezer ember. Hát ez nem valami sok. Én mondom, én ember. Szerinted honnan vannak a kapcsolataim? Jó, legyen így. Fel fogsz fázni, csak mondom. Minusz kell, már pedig te... Jó, hogy találtam egy százat, meg benéztem a mosógép falatat. Én úgy kezdtem az üzletet, hogy ilyen mosógépből kilogtuk a részfétőszalvakat. Jó, akkor most egy őszinte kérdést teszek fel, és erre őszinte választ várok. Igen? Ügyőségi rohamod volt? Nem. Csak megnézte, hogy nincsen Elvis kövessedve a fűtőszál a gépbe. Tudod, mert ez ilyen szakmai ártalom. Ez van neki. Reggel nem löptem be, és akkor kicsit felugrott a cokrom. Apropó, figyelj csak, nem használtok amúgy mosáshoz viszkőoldót, mert a sztojka tud olyat nektek hoznia kell. Nem, én úgy hallottam, hogy a kargonnal a mosógép is tovább él. Az igaz? Hát ez igaz, amúgy? A mosást, ezt a cég... Hanyan vagyunk a streamen, srácok? Itt a hamisításból szállítások és gyűrések mennek. Azt tudjuk. Na, de akkor figyelj csak, akkor segítetek, vagy nem, mert nekünk égetően fontos ez a kérdés. Így van, már éget. Amúgy is az idő, meg pénz. Amondó vagyok, hogy... Hogy velünk jobban jársz, köszi. Legyen. Na jó, akkor figyelj, én azt mondom, beülünk az autókba, mivel ti ilyen nagyon-nagyon-nagyon-nagyon emberek vagytok, azt tervezzük, hogy lemegyünk, befenyítjük, azt megdobáljuk a házat Molotov koktélre, mert ők is elvették a cigit, meg amúgy a másik. Nem csak a cigit vették el az öregnek, fel is gyújtották a lakhelyét, úgyhogy szeretnék visszaadni nekik. Ez nagyon rosszul esett. Jó, és egyébként valaki beleszart. Van gyújtogatni valótok, vagy adja? Hát kéne vásároljunk. Hát akkor nem kell, mert a kocsim tele van, úgyhogy tudok. Így van. Akkor jó. Tele van neki. És akkor elsőként a tudok fizetni zart.
Figyelj csak ma ugli, gyere légy szíves. Mindenki egyesével kivesz egy gamercet, jó? Várjátok, kezdem én. Nem akart velem beszélni ma ugli, pedig meg akartam alázni női biboltjába. Mi a faszomba fog? Figyeljetek már ide! Ah, mintha beszélnék, de itt senki nem hallaná, bazd meg. Figyeljetek már ide! Mi a büdös ronyba tekert mocskos passzomat csináltok ki most? Én? Igen. Hát, szerinted? Hát ezt kérdezem, bazd meg. Öregnemászkáljál már nem be. Micsoda? Ez az. Állj nyűjtőbe. Köztes férsz. Családi barbi. Most kérdezd meg, öreg. Hogy? Hát már itt ki, mi? Már itt kérdeztél, csak nem hallottam, mert sokan beszéltek. Hát most már mindegy, mert... Kik ezek ők? Nem tudom, bazd meg, örülj neki, hogy jöttek senki. Azt, hogy szerint igen, hogy ők egyébként ilyenek? Az biztos, hát, hogy mit megvarunk. Beültem egy ilyen kocsiba, és sofőr figyelj csak, az a szaros telep kell a ráknak. Minek az neked? Már csak nyűgönyakodom. Nekem jó lenne az. Adnod ezeknek a büdös tojásoknak, az jó van. Nem, ember. Én akarom azt a telepet, öreg. De hova akarsz? Mondtam a múltkor is. Hát mert nagyon, én akkor tudnék gazdálkodni belőle, minden vágnám, rezezném, érted? Fogózni, tudod, ilyen papír. Maradjatok már csendben egy picit, jó? Elnézést, a főnök úr, mehetünk? Igen, mehetünk, igen. Menjetek. A kis cigány gyerekek fejtenék. Közben, akkor meg lehet lángotva az őszfajok, jó? De most nekem beszélsz, Minusz? Szani, de kinek van egy őszfaja? A popot lebaszok neked, hogy kiperd a szélvédőt. Odafigyelj már, tudjad, hogy pőfele tisztelettel beszélsz, jó? Minusz. Tehát az, tudod, mi a baj? Beeresztettelek a családba. Azt, hogy kígyót keblünkön izértünk, érted? Simogattunk. Nem a kemből, de az kígyó. A keblünkön emelgettünk, vagy szívelgettünk. Hamarosan neked fog a szádba ugrani egy nagy kígyó, aminek nem fogsz örülni. Azt akartam mondani, hogy ott lesz. Neked lesz ott. Mert most befogadtunk téged, az ki vagy már szemtelened, mint a piaci légy. Érted? Először is. Most van a születésnapom. A semmi ajándékkal nem kedveskedtél. Boldog születésnapot, öreg, boldog születésnapot. Se egy táncsal, se egy verse, semmi, baszd meg. Érted? Mondjad már kedvenc számodat. Hoztam neked a születésnapot, rendbiztosítékot. 1038. Tessék, belfog valamit a filad mögé. Hogy nézzem. Én a cigaretták. Figyelj, ez egy indulásnak jó, én azt mondom. Megadattam neked a biztosítékot. Tel is szívom ezt a bigit. Ha esetleg kimenne, tudod. Valaki kér ezt még? Ezt meg négy szíves idő meg, jó? De maradtak, hon vannak? Hát szíja már. Hát ezek megint néznek. De most ott jönnek. De az izé hol van a dagadt kurva? Meg az izé. Mögöttünk. Nem baj, csak nem hiányzik, csak kérdezem, hogy... Jönnek mögöttünk, csak nem bírják tartani az iramot. 4150 néző! Amúgy nézegettük, ahogy merem visztek titeket, láttuk, hogy felgyújtották a Laliha anyjának a házát, azt az új esztolyka pedig azon morfondírozott, hogy hogyan tudná elcsábítani ezt a dagadt kurvát. Úgyhogy itt az alkalom, az öreg segít neked. Én lezsírozom neked, Di. Én lekúrnám azt a múlt sziasztó. Azt a rohadt dögöt? Igen. Az a baj, baszik, egy baj van bele, megéhezik, akkor megesz közben. Nem. Érted? Habzsolna? Ő habzsol a gecibe. Azt akarjátok mondani, hogyha megbasszák a nőt, akkor utána megeszi az egész hűtőbe a kaját, vagy... Az meg, még a hűtőt is. Az komoly geci. Egyszer vittem valahova, az ajtóról lerágta kárpitot, a rohadt dögevő. Nagy botrány volt belőle. És akkor mit csináltak, még valad egyébként? Mi csodák? Verte? Mi? Kiről beszélsz? Lecserététek a kárpitot, hogy megrágta? Te meg vagy szédülve, Minusz, hol vernek össze? De akkor mit csináltak veled? Akkor tudnak összeverni a hagyom magamat, érted? De hagytad magadba, hogy láttad. Hát direkt, perc, hogy legyen egy kis sikerélményük, tudod, meg egy kis csövesek. Várjatok, adok nekik gyújtóeszközöket, jó? Megsajnáltam őket, tudod? Megsajnáltam őket, mondom, jó van, lemaradok, azt jó van. Na figyeljetek, mindjárt itt vagyunk. Gyújtóeszközöket adok mindenkinek, jöttek el. Amúgy.
Egyszer nagyon kemény összefogunk égni. Micsoda? Itt van. Mi van, Minusz? Egyszer összefogunk égni. Mit csinálni fogunk, bazd meg? Nem értem, vedd már ki a pasztatát. Kesszünk fogunk, bazd meg. Megyek, most leszapatom, Dik. Nem értem, mit mondasz, bazd a Klingon geci. Hogy besz... mondjam, mi van? Most szólni fogunk, kesztyűzni, szétvágom a fejet egyszerre. De belem akarsz kesztyűzni? Nem, most már később. Tajkártyát hozzad el akkor majd, mert ketté szakítom azt a nagy hombár fejedet. De balta fejű. A balta arcot. Hájadat le fogom valami. Szerintem álljunk itt egy sort az úr után. Így van. Gyere csak, Minusz. Megint csak lébet szólsz itt össze-vissza. Most itt mi a faszom történik? Hát ég a gyertyai. Várjál? Megdobodhatom a gyertyát. Úriembernek mi a száma? Nekem? 10-38 ja, fiam, de van nálam. Talán nézést. Én erről gyújtok rá. Igen? Hát tudna nekem mondani, hogy most mitől mi folyik itt? Mert most az van, hogy jöttek a csömös rakló tojások, azok a csámpás lábú bokas ijedéses passzopok, azt elkezdtek ugrálni, mint kecskeszor a deszkán. Érted? Nagy paplanszájú passzopok. Jöttem, mondom, mi van, csicska gecik, az anyátokat megbaszom? Berágtak, lebertek egy-két állast, felugrottam pörgőből, rábertem, rájuk szakadt az ég, minden. Ezt most itt vagyunk. Na, megbaszott ez egészen. Ennyi. Megbaszott. Igen? Tuti, nem te verettél engem meg azon a benzinkúton? Én is úgy emlékszem. Hát Jézusom, dehogy is, hát nézd már rám, mi van? De figyelj, felvázom neked. Polgárőr vagyok. Várjál, hát a sikerül felemelnem az emlékezetet. Igen? Mirror Park, megvan? Van egy benzinkút, meg egy bolt. Igen? És kértél tőlem egy szál cigit. Most adtál? Ó, hányan hitték az, hogy ez öreg volt. Adtam neked egy szál cigit. Igen? És utána valamin, nem is tudom, beszélgettünk. És véletlen a kezemet megemeltem feléd. Esküszöm, nem szándékos volt, csak megemeltem a kezemet. De meg összeverettél a csicskáiddal. Biztos, hogy te voltál. Nincsenek is csicskáim, Dik. Melyik volt? Ki? Hát nem tudom. Nem vagyok, dehogy is. Én nem tudod, hogy viszél. Polgárőr vagyok. Barátai sincs. Ez igaz. Nincsenek barátaim. Polgárőr vagyok. Nincsenek barátai, azt mégis annyian jöttek. Jó, hát ezek vízek hiénák, mint hiénák. Minusz, figyelj csak. Megvan minden szűrű. Hülyé befele, mert itt hagyunk a passzomba. Mehetünk, gyertek! Mehetünk! Itt fog szűrni, mint a megfagyott hegymászó. És mi a faszlon? Istenem, hát a tolakhoz, bazd meg! Minusszal is bírás. Nem bírás, remény össze. Tudom, hogy örülni fogsz neki. Mert úgyis az egy elsőket fogják lelőni. Minek fog örülni, ha? Te mit csinálsz, Pagnu? Csábítod a nőt? Hát semmi. Ez már basta. Megkérte szívességre, meg ilyenek, azt mondtam, hogy le akar szopni meg minden. Hát és Istenem, mit tervezett? Miért a nő, bazd meg? Azt akkor mondtam neki, hogy figyelj, de most nem lehet, mert most nem érek rá, most fontosabb dolgom van a barátokkal. Hát remélem, szerintem valami pénz. Maradjatok itt, kihívom a Dallaszt, jó? Várjatok, vagy ezt megmondod is. Persze, hívj ki, hogy boldog szülinapot. Amúgy na valami évnapok, félse köszöntetek. Ma van a nők napja, vagy mi? Mert ma van Minusza. Ma névnapom, bazd meg, minden nap Minusza, minusz 10 van ma. Hát amúgy igen, minden nap Minusza van, minusz 800. Gyertek, szálljatok ki fegyver, a kezetekbe legyen. Hát én most gyertyát gyújtok. De most fog cintogány, mi lesz? Persze. Legyen nálatok fegyver! Hogy ne volna, felkészülj! Ez igen. Tárboksz, vagy igen. Egy sorba. Jaj, jó napon, sziasztok, sziasztok! Hallgassuk a Joker-t. Hallod, gyere majd el. Én nem tudom, egyedül jöttem, hogy valami elszínes csoport, nem gyere, gyere már ki egy pillanatra. Megmarkázzuk a helyet akkor. Még várjál, hiátok ki! Nehogy eldobjátok még véletlenül sem. Szépen mindenki álljon mögé. Elbújok a bokorba. Hol a faszilva fogok ezután biliárdozni, úgyhogy ha felgyújtjuk ezt a helyet. Jó van, mert csinálunk valami csöves biliárd lesz addig. Nem te? Hol fogok ezek után kurva elni? Az a nő ott, látod? Arra figyeljetek oda, hogy egy Joker logiát találjuk a bokorba. Nem az, bazd meg, ott van az a nő, látod? Mögötted ott, na, látod? Igen. Majd mit mondtál, mi a neved? Téged kérdeztek. Téged kérdeztek, ott, szia! Passzád. Mindjárt jönnek! Kicsit rád közelebb kéne állni, úgyhogy eltaláljuk. Igen, menjünk közelebb. Gyertek csak közelebb. De azt mondták,
hogy nem mernek kijönni, lehet rájuk kéne gyújtani a házat. Beszólok nekik, ha nem jönnek ki, akkor megégnek a faszomba. Mit szóltok hozzá? Ide a bokod, anyja, jöjjön, jöjjön, jöjjön. Dobri vecser, egyes. Joker nagyon megalázkodott. Nem tudnak ott kimenni. Figyelj csak a szilas pogonyi tini ninja teknőcök, itt vannak, Dallas! Hátsó elnézést! Dallas, figyelj csak, egy pillanat! De nem fognak, de nem az az igazság, hogyha nem győz ki, akkor át lesz útva a ház. Szóval most ez egy ilyen... Ne, előgyertek ki nyugodtan, jó, nem lesz semmi baj. Csak egy kis beszédünk lenne. Beköcsíts. Gyere már ki, Dallas! Szerintem én kell Silent Night című számot. Öregem, pörő, nagyobb alkú pozícióban lesz, mint te. Öreg, gyere csak ide! Csak bújj el a fő fal mögé, mert ez itt... Nehogy a fegyverrel játszad az szó. Te vasz Stranger Things, mi a helyzet? Mit akarsz? Mi ez a buzi zsúr idekén? Hátul akar kijönni? Há, boldog szüli napot! Na mindig hátul akar kimenni, az a baj, hogy bemenni is ott akar. Figyelj csak, Dallas! Gyere már ki, mert hozzam neked ajándékot. Ma van a szülinapod, nem? Tedd már el a fegyvert, és mit hadonászol te most minden... Maximum magammal viszek egyet-kettőt. Mit akarsz, azt mondjam? Úristen, mekkora hős vagy. Gyere, szeretnék veled beszélgetni itt az elmúlt eseményekről, amit csináltál. Figyeljetek az ablakból, kimegyek. Jó. Köszi. Szia. Tedd már el a fegyvert. Ja, Dallas, figyelj csak, tudod, mi történt, mi van, ugye? Nagyon szomorú események áldozatai vagyunk mostanában, emlékszel, igaz? Hát főleg te vagy az áldozat. Hát ez a baj. És tudod, hogy mert mit mondanak? A karmát, meg mindent ott, a sors, meg ilyenek. Igen. Oda-vissza is ad mindent, elvesz ilyenek. Ja, tudod, ja. Semmi számla kifizetés nélkül nem marad. Mindegy, sokan ilyenek. Hogyan tudunk itt most megegyezni, hogy ne égessük porig? Ezt a buzi zsúrt, amit itt szoktatok itt nyomatni. Így is te tartozol nekem 300 ezerrel. Aha. Nem. Figyelj csak, én számolj újra szerintem. Szerintem is. Matematikát újra át kell. Jaj! Semmi baj, úgyis pártam. Jó sikerült. Márk, kösz a 8 hónapot. Spontán öngyulladás. Ennyi volt, meghalt az öreg végleg. És tulajdonképpen CK. Ennyi volt az RP sorozat az elmúlt 4 év. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt viccelek amúgy. De mekkora lenne mi? Mekkora izé botrány lenne belőle. Csak a szoki. Be kéne vinni kórházba őket. Csak a szoki. Nem vagyok Targaryen, ez kiderült amúgy, igen. Az öreg nem Targaryen. Én eloltom. Fugi. Boldog új évet. De kurva! Huligálok. Ez jó, hogy látjuk, hogy ég a kocsma egyébként, meg ilyesmi. Az tök fasza. Ilyenből nem látunk semmit. Lényegből. Mentőt hívjatok gyors az öregnek! Gyorsan, sérültek egy gyorsan. Félre vissza minden. Viszem én. Megfogom itt a vállamra, veszem. Bírj, gyere akkor segíts! Bazd meg ezt a nyetlet szart! Gyere be, ahogyan! Még jó, hogy van hó, legalább a sérülését egy kicsit lehűti. A hó lehűti az égési sérüléseimet. Mindjárt jön és megnézni. Ide lefektetem. Azt mondják, ha lehugyozzák, akkor fertőtleníti a sebet. Kell valakinek húgyozni? Tényleg amúgy, nézd, nekem kell húgni az... Dáliák, ezt az ezrös. Fertőtlenítem, úgy tanultam. Rég jós voltam régen. Fofosz fel, gyere segítsél, akkor szedjük fel. Én voltam mentő. Most meg azt mondják, be kell kapni a száját és be kell neki fűn. Ide jövök az öreget, felpofozom. Kelljél már öreg. Alex, kösz szépen a szubot, nagyon szépen kösz. Joker, le kell húgyozni a sebet. Kicsit megégett a keze neki. Jézusom.
Jól vagy? Leugyóztam, most már lefteltenek. Mi az a húszak? Vagy öreg? Jó vagy öreg? Jól vagyok, Dick. Töröd meg magadat egy kicsit, Dick. Majd elmúlik. Elászol. Elászol. Mi történt itt? Van még bent valaki? Van nálam zsák. A fejére zsák. Hulla zsák, hulla zsák. Hagyd, vigyázzál csak, mert... Úristen! Itt vannak a szűzoltók. Jaj, vigyázz, így tűzöl magát. Úristen. Menj! Még helyre jött az öreg. Ide jövök itt. Nyugi, jól vagyok, jól vagyok, jól vagyok. Megvédett a szőrzet. Kár, hogy nem láthattuk. Azt a kurva. A bosszú. Na, mi ez a tűzoltó? Nagyon jó. Hát ez egy kicsit égő volt, úgy gondolom. De el ne hozs már a tüzet, az volt pont a lényeg, hogy rájuk gyújtjuk a házat. Hol van Joker? Vagy öreg? Minusz. Itt vagyok, mi van? Dagadt? Öreg! Igen? Gyere már! Ez egy szopás. Na mondjad, mi van kis jágyom? Begyújtani a házat, azt a tűzlet, hogy segítsd már. Na de miért beszélsz ilyen csúnyán? Te mocskos szemétláda. Ezzel menjünk, ha ezzel menjünk. Rator! Üljetek befele! Jó lesz! Üljetek befele! Na jó van akkor. Na. A Joker hon van? Várjuk. Gyere barátos nép, gyere. Kedd az ezre. Mi legyen? Melyikkel? Akik benn maradtak. Na menjünk. Azok a legközlenek, akik benn maradt. Meg kell baszni az anyjukat. Szopatási. Köszönjük szépen, viszontlátásra. Nektek meg az jár az eszetekben, őknek csak a szopás, mi? Hát mindig abban vannak ezek. Hol a Joker? Szopnátok egész nap. Úristen, oda nézd, milyen egy háború evezet van itt. Na, menjünk haza. Menjünk hazafele, ha. Gyerünk. Figyelj csak, itt írd már benne a GPS-be, hogy mi a... Jézusom, hát a kurva anyját! Jézusom! Jó vagytok? Jó, te jól vagy? Nem. Nagyon fáj a faszom. Megpuszilom? Ha? Mindig is vágytam egy ilyen izére. Ilyen ordas nőre, mint te vagy. Mi a fasz csináltok? Mert mi van? Megálltunk pihenni, bazd meg. Hát nem tudod, hogy mennyit vezettünk már? Hát megálltuk pihenni. Parkolni. Majd én azt megmondom, jó? Várjál, szálljál ki, Krisztus, hogy javítsam meg. Gyere majd picit, szeretnék valamit kérdezni, négy szem tiszt. Na mondjad, Minusz, gyere. Vigyázzál, hogy javítsam. Mondjad, gyere, ne halljanak ott légyél. Igen? Várjál, akkor behajolok, hát... Na mondjad, Minusz. Hallod a kasztra, a dagadt kurvát el tudnád intézni nekem. A dagadt kurvát? Ó, hát persze. A laginak az anyjót. Hát persze, hogy ne tudnám, mert persze mindenre tudok zsírozni. De mit tudsz felajánlani? Hát figyelj, a részt alapból 10%-ot adok. Meg a tartozást eltöröljük. A tartozás felét eltöröljük. Az egészet. Beszervezed neked a izét is, a negorót. Nem, nekem csak a logion nyugján. De, nem megy tudni lassan, nem lőtt tartóson. Ja? Hát akkor azt tényleg el kell engedni a tartozást. Ott a részt alapítani, takarítanom, a papírügyeket intézni. Persze, nagy táska csöcseivel ott lengetni a szemed előtt. Én megerelném minden nap kétszer. Na jó, figyelj csak, eltöröljük a tartozást, azt megbeszéljük vele, gyere. Ha megjött álmot elégi a tartozást. Na, intézem akkor. Jó. Elnézést kérek. Nem haragszok. Viszontlátás, Minusz mester. Viszontlátásra. Te faszopó. Na most mi a faszom van? Figyelj csak, hát itt most... Most itt a karma utolért mindenkit, körbeért. Hát, oké. Dona Ligo, kösz szépen a szumbot! Jó, majd ez a merci, amúgy jó lenne, enyém lenne. Pöcköd már ki. De mit csinálsz ti? Krisztódik, hát a szemüveg meg otthon. Jézusom. A bakhangja vezeddik. Egyik jobban vezet, mint a másik. Hát mert figyelj csak, hogy nem én voltam a hibás. Azt hittem, a vérembe van a vezetés. Az közben nincs is, csak a vér-alkohol szint van. Az biztos van, az ittam amúgy két tüskét. Csak kettő. Eredjünk haza fel a kettő faszomba. Tüskét, menjünk haza a rákba. Nekem kell az izé amúgy. Pisilnem kell. Jó van akkor. Pisilned? Olyan hideg van. A lyukat befagy. Az ütközetnél, húgyozzál be legalább melegít. Ez igaz? Engem, igen. Vagy oda hajoljuk, azt hogy nem biztos nem húgyozzál. Ebbe tudod mennyi húgy lehet? Pervers disznó. Két labor húgy van benne, Dick. Az biztos.
kugyozás, meg minden. Meg az apja paszált neki. A popátnak kurva egyet. Én sem szeretem az ilyet, ne aggódja. Miért? A szemed gödvideged. Nézd, de milyen filmes, azért milyen filmes felvételek vannak itt. Azt öreg mi újságban ettél ma már? A geci, ideget csak. Ideget eszek képia. Jézusom, mennyire, de mi történt itt? Hát a nagy baleset volt te. Veled mi van, Krisztus? Jó, minden, meg szoktam vagyok, még figyelj. A kacsát, minden? Hogy ne, persze, persze. Múltkor voltam halad, vettem, képzeld el, egy két ütemű patengelyes libatépő fejőgépet. Az kurva jó. Két kis vietnámi kocáért adtam el, haja, meg úgy megérte. Az jó, egyszer volt egy bokos ügyedéses kacsám. És venni akarok egy komoly szoptatógépet, úgy hidd meg. Hát itt van mögött eddig, vagy mellette. Hát akarok venni, ha, hogy a Margit híd legyen rajta, érted? Meg Margit. Az igen. Mostanában az önbecsülésed össze van szakadva. Azt a kurva, de elfáradtam, genyó. Össze van szakadva az önbecsülésed, mint a Lánchíd. Azt mondta nekem a Joker, igen. Ez igaz? De miért mondod ezt nekem? Hát most mondom, hogy hallottam a Jokert, hogy meg vagy eriszkedve lelkileg. Semmi bajom nincs, hallod? Rendben, sem össze vagyok szedve, minden. De nézzed már, ember, a ruhám is tiszta, minden. Hallott? Komoly pali vagyok, nézzél rám, Dik. Be vagy fogyba, Dik. Az amúgy igaz, amúgy az igaz. Amúgy az igaz, hogy csinál. Be van esve az arcod, én az apró a kanapé mögé. Érted? Az a probléma, hogy mostanában elég sok tüskét verek. Jó, figyelj csak. Nem bírom abba hagyni. Melyik költöket basszom meg ma este? Én most nem, kösz. Nem. Figyelj csak, ilyen nincsen. Valakinek... Az enyémet bevehetnéd azért, Dik. Figyelj csak, gyere. Nem is azt akartál valamit. Az még ráér egy kicsit. Gyere, majd beszéljek veled, Pufi. Figyelj már valamikor meghívhatnál egy Fornettire. Figyelj csak, most én azt gondolom egyébként... Azt gondolom egyébként... A nagy szerelmek. Jó van már, most mi féltékeny vagy? Én örülök neki. Na figyelj csak, te van ez a mínusz, tudod. Uh-huh. Láttam, hogy szemezgetel bele. Biztos, hogy nem. De hogy nem láttam, hogy kivárod őt. Az nagyon jó jársz vele, csak mondom. Micsoda? Nagyon jó jársz vele. Dehogy kell, Isten meg. Dehogy nem kell, megmondtam, hogy kell. Inkább keresek valami fiatalt. Á, ülj már le magadnak, neked fiatal, minek? Hát persze. Merigyél már a faszomba. Oldalra hát fordítani nem tudják a nagy disznó testedet. A mínusz az elintéz. Kinyal, mint hülye gyerek hát, a tejbegüzes tányért. Eltörik a keze, hogyha meg akarna fordítani. Ó, erígy már az alád, mert a szemed kigúvad. Figyelj csak. Nem olyan izmos, mint te. Azt mondja, hogy mondom neked, hogy nagyon jól jársz a minyusszal. Vagy úgy megverlek, hogy összeszarod magadat. Azt csinálod, amit mondok, világos? Akarom. Jó, de azt akarom, hogy te verd el a seggel. Mennem kell most, mert nagyon rosszul vagyok. Szia. Mindjárt jövök. Láttátok? Nem van a tetőn, öreg. Gyere csak le. Öreg. Kerítsétek meg, mentek az épület túl végére. Öreg, most én úgy érzem, hogy te kerülsz engem, nem ja, akarod a társaságomat. Jézusom, dehogy is. Ezt most én jól érzem? Nem, csak itt elvállaltam, mint a Kátrány szigetelést a lapos, mi jöttem fölmérni. Igen, és hol van a izé? Hol van micsoda? A palack? Hol a pörzsölő? Mondom csak főmérni jöttem, hogy mennyi ja, csinálom meg. Na. Hát te mit csinálsz? Ilyen izé vagy. Mi a helyzet, jobb kéz? Minden jó? Beszéltünk valamit, öreg, hogy... Igen? Valami pénz, meg ilyenek, tudod? Á, nem emlékszem, hozzátok milyen pénz? Ide a kocsit, légy szíves, srácok. Milyen pénz? Hát pénz, tudod? Lóksz nekünk pénzzel.
Ja, igen, igen, igen. Na, hát erre valamit ki kéne találni. Figyelj, csak most voltam a Dallasnál, nemrég azt odaadtam neki. Igen, most voltál a Dallas, mit mond? Adattam neki az összes pénzt, azt mondta, odaadja neked a részed. Igen? Hát mondom, úgyis jobban vagytok, akkor már meg lehet így oldani, tudod. Hát én Benedek, nem hallottam ilyet, ne ó, légy szíves, te is megy a kocsit hozzad, légy szíves. Pedig így volt. Ó. Odaadtam neki. Köszönöm, köszönöm. Hát még egy Devonával itt elleszi meg az öreggel. Simonával? Na, öreg azért ne úgy gondolt, hogy úgy leszünk el. Ah, tudom, hogy mire megy ki a játék, de ebből ti nem kaptok ebből a paszból. Leo. Igen. Kocsit hozz már ide, por favor. Kis kezi csókolom, tessen már engedni azt a pegybe, mert itt semmi szükség nincs ilyesmire. Ne nézed a Devon a szemébe, mert azzal csak felingereled őt. Mert egyből le akarsz szopni majd, mi? Arra nem. Fenebad. Lőd lábon. Előbb, te hol vagy? Mi nem? Lőd láb. Amelyiket akarod, amelyik szintet. Te normális vagy? Figyelj, nem így beszélünk egy hölgyel. Kezdjük akkor most ezt a mai... Tehát úgy érzem, hogy nem tanulsz. Már annyi leckét adtam neked, öreg. Hogy én már nem is tudom. De nem beszélünk így egy hölgyel, ezt megbeszéltük, ugye? De bocsánatot kérek, most is szerettem. Most mit akarsz te? Nem szabad ezt mondani, hogy a vízim elleszom. Ide jössz, azt itt lövöldözteted a pronyóddal engemet. Mi a paszt akarsz tőlem? Pészt odaadtam a csöves kopasz barátodnak. Ha? Mit akarsz még? Hát én semmilyen pénzt nem kaptam a Dallastól. Hát pedig most annyira jóba vagytok, egymás faszát szoptátok. De akkor odaadja majd neked. Benedek, nagyon szépen köszön, 30 dodót. Nagyon-nagyon szépen köszön mindenkinek. Érted, odaadtam neki? Hát... nem is tudom. Ki vagy büszkülve ebbe a vizé, gyászoló teletabis ruhádba megint. Ez most annyira úgy neked ez a gyászoló teletabi. Hát mert úgy nézel ki, hát most erre nem lehet mit mondani. Megkérdezhetném, hogy mivel kapcsolatban zavarnak engem, jó napot. Amikor hát pénzzel kapcsolatban zavarunk. De igen? De volna van nálad izé, tomfa. Nézel meg a zsebedet, szerintem meg van. De most ez... De neked valami bajod van, te erre mered a passzolat otthon állítod. Jobb kéz. Igen? És már ki nem tudom. Hát nem erre verem a faszomat, sőt nem is szoktam verni a faszomat, de most, de miért mindig idejük adunk ki, öreg? Hát mert állandóan itt engem terrorizálsz, hát. A jó Isten adjon arra a gitár nyakadra egy kötelet. Legalább 10 percig. Na, öreg, gyere, elmegyünk egy kicsit, jó? Már megint? Már megint. Na, hova menjünk? Gyere, de nem mondtam már. Figyelj, neki. Csak a fölmérésbe segíthetném, mert ebből nem élek meg, hogy beled kocsikázok. Bazd meg. Hát az a baj, én se élek meg belőled, és kurvára meg kéne pedig. Belőlem? Hát még de minek itt kéne? Vagy? Jó, minden? Nézd meg. Szájába öreg a kocsiba? Tessék, nem hallom. Izé. Szájába a kocsiba. Nem, igen, kicsit itt várakozunk, srácok, jó? Igen? Mert... De legalább hagyj üljék már, mert nagyon kifagyott. Hideg van. Én már kifagytam itt a hidegban. Na, menjünk majd a Devon olyan utánunk. Csak kaptam itt az információt. Szerintem. Gyere, öri-möri. Na mi van, gyászkoporsó szagarcok. Másik kocsival is kéne jönni. Ja, hozom én. Nem. Simán, hát vagyunk Viktor, már viszont. Viktor, Leo, mondtam, hogy azért ti egy team vagytok, stick together, érted? Ti egy duót alkottok. Azt a kurva milyen külföldi. Legjobb duó. Fogd meg a Viktort, azt el ne engedd. Stick together. Bitto duó. Van nálad bedőr? Mi ez a bitto? Te is ez a bitto duó? Igen, és akkor mi van? Akkor még mi között van ehhez az egészhez? Mit ismerek? Én gondoltam már ilyen ezért beszélgetünk, jobban megismerjük egymást, szóba legyünk, tudod. Figyelj csak, most minek tartasz föl, amikor mennem kéne? Én tartalak fel. Hát állandóan föl tartasz, popátlan geci vagy. Megmondom, az igazat, sajnálom. Kérjél bocsánatot a mai viselkedésedért. Nem nekem kell bocsánatot kérni. Mondom, kérjél bocsánatot, mert szájon vágnak. Nem kérjél bocsánatot, hát normális vagy. Jobb kéz, megmondtam. Igen, a főnök nekem adta a placot, azt mondta, hogy ide figyelj, jobb kéz. Te vagy a legjobb emberem, te irányítod innentől a dolgokat.
Mondom, jó főnök, mondom, meg fogom a lájkot azt megnyomnád! Mondta, jó van, jobb kész fiam, így legyen. Szóval azt akarom, hogy mire a főnök visszajön a nyaralásból, de egy ilyen kis kezes bárányka legyen. Megtanulsz késsel villával enni. De valakivel összekeversz engem, abban biztos lehetsz. Nem az fogod dobálni a kakádat, már ezt nagyon régóta szeretnél erre megtanítani. Ne dobáld a kakidat, érted? Mit akarsz te itt? Most nincs kimenőm sajnos. Na gyere. Felveszünk egy kis készpénzt, bizonylat nélkül. Abban nem tudok segíteni. Sajnos. Pedig muszáj lesz. Miért? Na, miért lesz gyere. Muszáj? Gyere, bemegyünk vagy? Itt fog muszáj vagy segíteni. Húzzuk el meg. Nem rossz bal, srácok, de nem mondjam már még egyszer, tudtam, hogy a Kálmánt maga tüsit kéne hoznom magammal. Na látjátok, el vagytok nyomva, el vagytok nyomva, tudjátok, így bánik veletek. Nem, ugyan, én nem te vagyok. Vétek ki. Ugye csak... Igen? Ébe segíthetek? Jó na. Napot. Felcsattintsuk a nemzetét. Á, ebben nem tudok részt venni, arra mondjatok. Na. Sok minden régen, de figyelj, van egy, azért van egy határ. Figyelj öreg, hallottad, hogy van A opciód, feldurantjuk a nemzetét, van B opciód, nem durantjuk fel a nemzetét, nem volt ilyenről szó, ugye? Hát figyelj csak, hallottam. Demokrációról van szó. De nem így működik a világ. Először is. Ne foss el, nem fog beriasztani a riasztó, mert meghekkeltük, érted? Gondolom. Hát akkor minek kellek? Nem nincs szükség rám. Megoldjátok, ügyesek vagytok. Ugyanis... Emelni már nem tudok, öreg vagyok, szaladni sem. Jaj, persze, ilyenkor le vagy százalékolva, mi? Persze. Az egyik lábam rövidebb, mint a másik. Gyögyök penész. Figyelj öreg, az lesz, hogy a két kollégám, hát egy nagyon képzett hackerek. Ők kinyitják azt az ajtót ott hátul, elmennek, felpattintják a széfet, kipakolják a lóvét, jó? Úgy fogunk menekülni, hogy te menekülsz a pénzzel az egyik autóval, a másikkal meg mi meglépünk. Neked nem lesz semmi dolgod, mi elintézzük a rendőröket, jó? Te csak így ilyen sétautókázás lesz, érted? Viszed a pénzt, legyen biztonságban. Láss, hogy megbízok benned. Most, ha úgy tetszik, jóvá tehetsz mindent. Oké? Okay? Ha most nem baszol át, akkor lehet, hogy nem nyírom ki a Jokert. Mit szólsz hozzá? Kis szerelmedet. Jó. Ugye csak. Én azért azt gondolom, hogy sok mindenben voltunk már együtt, és... Igen? Szerintem a ping az se igaz. Öreg, figyelj, mikor basztalak én át téged? Az a te szokásod. Na. Hogy én fingom? Öreg. Fú, bazzát, megint beszartál. Na, gyerünk, haladjunk, mert a pénz nem lopja ki magát. Gyerünk, pörögjünk. Megmondtam ott a jobb szélen, te a bal szélt zárod. Gyere, pörögjünk. Jó napot, gyere, jobb kéz, gyere. Rossz az irány. Nem te vagy a vízi művezető, baszol. Ja, azt hittem. Domi, majd, hogy de volna, megvan az autó, amit kértem tőled? Igen, kint van. Nagyon jó, nagyon ügyes vagy, ez az. Legalább valakire lehet számítani. Hát persze, ez egy szomorú világ. Na, igen. Kellek még ehhez a buziskodáshoz, meg ehhez persze. A kagyi flörtölgetéshez, amit itt csináltuk ti ketten, meg a két buzi haveroddal. Kollegális kapcsolat van közöttünk. Jó, akkor tiplizzem, majd hívjatok. Sziasztok. Nem tiplizel, figyeljtek. Öreg. Hát... Ja? Azt hittem, hogy ennyi. Hát... Nem. Gyere csak ide. Igen. Ide fogsz állni, ígyni. És várjuk szépen a galambot. Én nem szeretem a galambot, én vegetáriánus vagyok. Mióta? Tegnap óta. Mert én együtt érzek az állatokkal, most már egyébként. Na jó, elméletileg nem riaszt be a riasztó, a két srác tudja a dolgát. Aha. Csak így, itt el vagyunk. Dőljél ide neki a falnak. Hát nem dőlök. De volna nálad van a gumibot? Figyelj már, most elnézést kisasszonsága. Mit feszül azzal a fegyverrel állandóan? Te sem elmondod. Na, próbáljuk meg, öreg, figyelj. Most szituációs gyakorlat. Itt igen? Van Devona, egy hát, szemrevaló fiatal hölgy. Igen?
mondd neki, hogy megszólítod az utcán, játsszuk el. Kiskezi csókolom, mi a helyzet? Látom, igen, hogy nagyon szép, jó. De szopni szopik-e? Nem. Nem? Basszál le neki, persze. Na, azért óvatosan megy, azért nincs. Hopp, mi van, mama? Aha. Ha, mi a helyzet? Kulcsod ezzet? Kérje bocsánatot? Na, jön a főnök. Na, mi, figyelj csak, most miért akarsz engem ütni? Ha? Figyelj, öreg. Igen, ne tegezzél, légy szíves, jó, mert alát feszítek a bőrrel, szemed kijön. Igen? Figyelek, mint nyúl a hurokba. Hopp. Hát ez most nem nyert. Igen? Figyelek. Kérje bocsánatot. Én biztos nem. Figyelj csak, azt tudod, mi a baj a nőkkel? Ki vannak itt puposkodva? Ezt 50 éve ezelőtt kapták a pofont. Érted? Ezt mosogattak, szó nélkül. Kicsit el vagy száva magadtól te is, nem? Tudogetsz meg ilyenek. 50 éve meg kocogtattak, mint a talpas poharat. Ha? Öreg. Igen? Próbálj meg még egyszer, miért vagy ilyen vadember, bazd meg? Azért, mert visszajöttek itt az erővel, érted? Peredsz engem egy gágyival, úgy néz ki, mint egy lerúgott lábazati vakola, te meg feszülsz állandóan. Igen? Akarod a pofont, érted, bazd meg? Tessék parancsolni. Igen, mit csinálod? Maradj kint! Na már csak ez a barom hiány. Most megint belerángatta ebbe az egészbe. Segítség, elraboltak! Azt tényleg ez a hülye. Ugye csak kinézek a kulcsokon, jó? Most ne haragudj, ezt jól hallottam. Igen, igen. De én vagyok a túsz. Ebben megegyezhetünk, nem? Nem te vagy a túsz. Csak oké. Nagyon rossz hírem. Na, fiamtatom, én hogy kell. Várj egy picit, légy szíves, fakabát odakint. Ne tart, légy szíves, ne popátlankodjál. Fogsz először kell egy szép virág, így hopp, így előrátok, menjen egy rózsát. Adam megyek hozzá. Szia hölgyem, ezt a gyönyörű szép szár rózsát, ezt neked hoztam, parancsolj. Figyelj csak, jobb kész. Tehát nagyon fontos, egy hölgyem, nem az a kezdek, hogy csá, itt az a virág, leszopsz. De hogy kurvára nem ezt kell. Nézd már, öreg vagyok. A nőnemet tisztelni kell. A nőnemet tisztelni kell. A Istenem, erigyél a liberális passzopodumárd, jó, mert pofán baszok valakit. Na jó. Most nem téged mondtalak, azt mondtam valakit. Érted? Jöhet a túsztárgyaló. Rendben van, már is bejövök. Kisasszonság. Megvertelen vagyok, jó napot kívánok. Ó, na. Segítség, elraboltak. Segítség, Bob, elrabolt engem ez a pérfi. Mi a faszom van itt, elnézést kérek. Szia, hát elrabolt. Nem kell devona, nem kell fegyvert tartani. Segítség. Mi folyik itt, bazd meg? Mi, elraboltak? Te vagy a túsz öreg? Így van. Akkor elrakom a kezem. Ez nem elraboltak, vigyél ki, köszönöm biztos úr, hogy megmentek. Jó, mehetünk, de várjál, mert nehogy véletlen tűzpárba alakuljon ki, hogy te kimész. Elnézést, kimegy a túsz? Ne hagyja magát. Megy a túsz. Várjál. Mit nem. Kértek ezért cserébe, hogy én kivigyem az úr öreget? Semmit, ingyen adnak, bazeg olcsó vagyok. De... Ingyen? Nézi, az persze. A helyzet, Bob Sheriff, hogy maga megint vakon van, mint Esmeralda. Ugyanis az öreg rabol. Az Esmeralda nem micsoda? Volt soha vakon. Hát dehogy nem. Most akkor ki a túsz? Én túsz vagyok, nincs túsz. Nagyon régóta. Nincs túsz? Nincs túsz. Itt rablás van. Aha. Túsz nélküli rablás van. Na, öreg, add elő a feltételeidet, amit az előbb itt mondtál nekem. Na most akkor ez hogy van, öreg? Ez az a metis hogy szemben, ez mit hogy baszni a rendőröket, lelövöld az összeset? Á, semmi. Meg a bakserit nem megbaszol utána a hukát. Dehogy akarom. Azt mondta, meglépünk a lóvéval. Nézzél már rám, van nálam fegyver. Ő van emelve a kezem. Nézzél már rám. Nincs is fegyver. Hát nincs, hát bazd meg. Hazudik ez hát a faszokó. Hát nincs, mert ő a főnök. Persze, te mi vagyok a túsz, elraboltak. Mencsél meg, bazd meg. Ez a munkám, felesküdtél. Így van. Sziasztok! Figyelem, fiúk, fegyvertelenek, fegyvertelen túszsal kijövök. A bent lévők nem ejtettek túszt, le akarnak minket lőni, úgyhogy figyeljetek oda. Így van, le kell lőni őket a gecibe, az összeset. Jó, arra kérlek szépen, hogy a felemelt kezű túszt, azt kutassátok át. Az meg jönne már valaki? Érkezem. Rendben van. Kiskezi csókolom. Nézd, mit adok neked, öreg, egy szép hölgyet, aki átudva. Úristen, alig várom, hogy megjön. Nézd, hogy lefonszolta, hogy nézd. Tessen már kutatni maga, milyen badol, maga nagy húsebő, így van. Ha valami érdekeset talál, akkor kire azt adja neked. Kire forduljon meg, támaszkodjon a gépjárműre. Én úgy oda vagyok támaszkodva, mint még sose. Elkezdem át is gyáner ruházatát. Levetkőzzek? Szóljon csak kisasszony.
Úgy találok valami nagyon reményet itt a nadrág szárába. Az fasz. Na, hello. Az fasz. Legyen vissza a kezét. Bocsánat. Nem, ez egy baseball ütő, ez egy kismereti baseball ütő. Azt hittem, hogy a... Ezt szépen elvesztem. Az öreg ember ne, az öreg és az oldaláról lehoztam a felszerelt fegyvert. Nincs is fegyver nála. Ezért le fogjuk lövöldeni. Ezt a szorolágó eszközt, igen, a farcsadével jelölem szépen. Én ért nem mondtam, blöfföltem. Teli van itt a balcsok pillójáról a karórát becsúsztatom. És kezdjük rókolom. Lényjém. A karórát tessen már visszacsúsztatni, jó? Mert az egy drága karóra. Nem és egy szerepszíz tessen már behajítani az öreg a hangja, ami a 8. utas a halál. Jó, hát akkor elemben van, hát akkor téged is foglak, azt megbilincsellek a gecibe. Az öreget is bilincselje le, legyen kedves. Itt a engem most minek bilincselnek le, Dék? Hát elrobolta. Megfogom, átrahozom a kezeit szépen, megbilincselem. A gépjárműbe, és akkor szépen berakjuk az úri embereket a gépjárműbe, és itt bemegyünk megnézni, hogy... Céges holszot tessen már bedobni, Charlie nénye. Jég dupla viszkiből, pá-pá-ra-ra. Mert a bulubatollak elmondod, amikor legyen a hatvarkodon, jó? Meg tudunk beszélni, hogy semmit ne nyomkodjunk le sehol, jó? Mert nem vagyunk olyan viszonyban. Ha én nyomkodok le magának, akkor lesz öklendezés. Nyitom a hajtót, segítem. Meg tudunk beszélni egy túlcserét? Hát, nem tudom, de hogyha nem rádiózok egy 20 másodpercben belül, azt lehet, hogy akkor a hatásaim elkezdenek. Illetve hát az öregek... Segítség, elraboltak a rendőrök! ...elkezdenek lövöldözni. A véremben beraktam a kocsim. Köszönöm szépen, hogy maradjon is bent az öreg, jó? Egy darabig. Na most akkor letekerem az ablakot. Tessen már letekerem a pincakban itt. Srácok, a főnököt elkapták, berakták a rendőrautóba és rám is fegyvert fognak. Ez hazudik. Hogyha nem jelentkezek 2 percen belül, végezzétek ki az első túszt. Igen, a terhes kismamát. Ajajajajaj, hát gyerekek, hát azzal kezdtétek. Na tessék, elcsábítottam a rendőr azt mondta. Nem rozbottam, hogy olyan hülye vagy, hogy azt követi az öreg túsz, és nem ő a főnök. Most hogy került ki az öreg az autóból? Elnézést! Hopp, induló csel. Állj meg! Na, ez mellémet passzopó! Cikcakba, hogy a Bartos terította. Elnézést, segítség, elraboltak. Állj meg te! De normális, ő lesznek jelentve. Nincs. Már most mondom. Kocsiba. Üljj a kocsiba, fejem váglak. Na te ne... Mozogjál, ne pofázzál vissza, üljj be. Hallgassál, mert szájon báglott. Te! Hozogjál! Nem bírok beülni. Magácska mellé biztosan beülnék. És ezt van. Olega! Olega láncra, mint a kutyát. Jó napot! Te! És mit történik? Jó napot! Itt kezdő csókoló. A publik parkolóba szeretném. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az nem itt van. Autóban van. Na! Öreg! Fel a kezeket. Tessék az a parkoló. Helyzet, hogy most vissza kell menni. Mi a faszomba? Hát... Mert hogyha nem, akkor lelövik a túszokat. Jó? Hát de én vagyok a túsz. Átbasztál az előbb, hogy van, nincsenek bent túszok. Már ugye pedig csak. Vannak bent túszok. Én őszintén és te láttad, pedig itt valami nagyon-nagyon okszobaságot. Ezek hazudnak pőnök. Én itt túsz vagyok. Igen? Igen. Ezek hazudnak. Ki mondta ezt? Semmilyen túsz nincs benne rajtam kívül. Csak blöppőnek. Látod a túszokat? Hazugság az egész. Figyelj, ide muszáj vagyok téged beküldeni, jó? De legyél bent a fülem és a szemem. Jó, oké? Így lesz akkor. Befelé. Figyelj már, öreg. Mi a jobb kéz, mi a helyzet? Az a csajodnak, a Barbie-nak a bátyja. Igen. Ez teljesen hülye. De egyébként igen. Az komoly, veszem észre, ezért, de nem ilyen családi vonat. Ne. Majd ha mondom, akkor jöhetsz be. Nagyon hülye. A túszokat már készítjük azért elő. Azért az a hülye, hogy óvodában megbukott játékból.
Az biztos, hát körülbelül. De elviszed moziba, az hát beül háttal. Azon világít róla bazdmeg, hogy annyi IQ-ja van. Nézd rá a szemébe, és teljes sötétség, le van húzva róla. De most... Na. Igen, Béna, Béna. Nincs is túlsz, azt itt hazud az össze-vissza. De hogy ne lenne? De zsákorcú. Már maradj ma csöndben. Nem maradok csöndben, nem nyomsz el. Nem. Egy egyenjogú párkapcsolatban vagyunk. Érted? Azért, mert nő vagyok? Ez az igazság. Elnyomsz, egy liberális vagyok, modern gondolkodású, egyenjogúság. Jó? Te is annyit mosogatsz, mint én. Világos? Jó, de a vécülőket nem hajtom le. Jó, most szólok a rendőröknek, hogy túlsz vagyok megint. Elnézést, túlsz tárgyaló úr, itt van. Jó, öreg, figyelj, beszéljük, akkor ezt most megnézzük. Igen, jó? Tessék parancsolni. Igen? Na, öreg, akkor csináljuk úgy, hogy tényleg egyenlő felek vagyunk. Kölcsönös odafigyelünk egymást, és megbeszéljük a problémáinkat, jó? Igen. Ezt meg lehet beszélni? Meg, persze. És akkor nem vagy túlsz, és akkor partnerként működsz velem, jó? És odaadom a lóvé felét, mit szólsz hozzá, mert hogy most ennyire megbízom benned. De ez ilyen bizalomjáték, egy bizalomteszt, érted? Uh-huh. Mint amikor becsukott szemmel hátradőlsz. Aha. Érted? És akkor hogy elkap-e valaki. Aha. Értelek. Akkor adjad a pénzt. Tessék. Köszönöm. Hát van a vizet. Mennyi ez pontosan? Azt számoljam meg. Uh-huh. Ez 150 ezer dollár. Igen. Ugye csak nagyon kell húgyoznod. Nagyon kell húgyoznod? Ha. Ne szopass már. De ott van az a izi... Az a fikusz. Hát ugye, én nem bazdmeg, én modern pérpi vagyok. Jó. Gyere be, túlsztárgyaló. Jövök. Segítség, mentsen meg, uram. Jó napot. Már megint? 20 vagyok. Aha. Tudathasadása van az öreg. Na viszont hol vannak a túszok? Itt nem vagyok. Vannak a páncélteremben. Itt vagyok. Cénéterős. Elraboltak, uram, segítség. Aha. Rendben van, és mi a követelés? Így jó, van három társam. Lent vannak a lépcsőn lent. Elkezdik. Aha. Ja, és a hátsó ajtóra is robbananyagot szerelt. Így van, oda is szerelt. Nem kell félni, nem fogunk behatolni. Jó, C4 van, meg ilyen Bobby Trap, érted, ilyen botló csapda van a izé. Így van. A sok azért Rambót nézett a piacsal ember, azt nem ilyen. Fog, nem fog. Szavamat botló adom. Csapda, trapló. Jó. Mindent megteszünk a túlszok életére. Az öreg azt mondta ezen felül, hogy percenként kilacsantjuk egy túsznak az agyát. Hazudik. Én mondtam, hogy ne, én ellenkeztem. Nem, ez hazugság, ezt el ne hidd már, túsz vagyok, bazd meg. Ne legyél már hülye. De miért vagy túsz? Hát mert elrabolt ez a geci, hát nem látod? Én hát nem úgy tűnik, bazd meg, itt szabadon mászkálsz, kibe érted? Miről beszélsz? Hát ki, te vitték ki? Azt mondták nekem, hogy nem engedünk vissza, mert te vagy a főnök, akkor kinyírnak percenként egy túsz. Igen. De szerintem az tényleg olyan sötét vagy. Mi egy pekete lyuk. Én esküszöm. Picit bobserifarri menne, amíg itt beszélek a főnökön, mert itt egy kicsit. Annyira hülye vagy, hogy pálydalmas. Persze, hogyne. Igen. Öreg, csak mondom, ha nem fejezed be ezt a faszkodást, teli van a kurva új lényomatoddal az egész kóceráj. Hát de te turaboltál el, te paszkibáló. Mindent a kis érted? Izé. Hát elmondom neked, a hajszállt összeszedtük a izéről, az ülésről. És földugtad a lyukatba. Meg egy kis fosternyomatot is sikerült az ülésről felhagyni. Azt mondjuk tényleg? Hát igen, mert jobb szart már, hogy ilyen tisztítóba. És... Hát igen. Jó, figyelj. Vagy elmenekülünk a pénzzel, és meglépünk partnerekként. Vagy bemószerulunk, bemártunk téged a büdös picsába, és a börtönbe fogsz megrohadni. Mit szólsz hozzá? Ez a két opciód van. Nagyon jó hangzik. Előszetem már hónaljam. Plusz még van egy jó kis tervem, hogyha sikerül, akkor azt a balhét is megcsináljuk. Ez nagyon jó hangzik, jó van. Figyelj csak jobb kéz, jó, akkor menjünk. Mit szólsz hozzá? Akkor tárgyad le a sheriffel, hogy mi a helyzet. Mondjad, jó. Hogy mit szeretnél. Sheriff, figyelj csak! Merre szabadul? Igen? Azt mondja itt ez a pérfi, aki elrabolt engem. Ez nem igaz. Hogy szabad utat kér. És zseniálisan azt mondja, álljatok le a kocsiból kifele, álljatok sorba, szopjátok le egymást. Azzal a fazékhangú kurvával, aki ott pattogott nekem, azt egy céges holszot nem adtok neki, a rákegyek a gyomrát neki. Érted? Mi, nem jött be a nő? Nem az, hogy nem jött be, bazeg a Darth Vaderhez képest, bazeg
olyan hangja van, érted, hogy berezonáltak az üvegek. Hát legalább elmondhatni, hogy Luke, te vagy az apám. Ez a rohadt torszülöttekkel. Tudtam azért, nem is tudom, hogy az mi, az már ilyen vegyes tüzelésű, vagy mi? Igen. A transformátor? Igen. Még tartasz az 1490-et? Tudnál kontént nyújtani a rendőről se, hogy átvizsgált egy nőt. Ja. Bár mondjuk ezért nem szoknál panaszkodni, nem? Ezért nem. Na látod. Na, figyelj már, most beszéljünk is komolyan. Igen. Én szeretném megmenteni a túszokat. Én vagyok a túsz. Mondom. Jó, akkor mit kérsz érte? Az, hogy kiszabaduljál, mit szeretnél? Erigyetek a passzomba innen a fosztos rendőrautóitokkal együtt, meg pusztítsátok el magatokat innen, szálljatok ki a kocsiból, és enresszetek el minket. Nem. Érted? Ez valami hát akkor bemegyünk, azt megbasszuk az összeset, megöljük a gecibe. Passzomkod beled itt matekozni. De volna gyere fel a főnök. Tudtam, hogy hazudsz, bazd meg. Ja, és azt is mondta az öreg főnök, a főnökünk, a legnagyobb, hogy miután megléptünk, meglépünk Mexikóba, és reggeltől estig szoptatni fogja a húgodat. Ez igaz. Baszom őt, meg szoptatom mindent. Na mi van, most megint újra összejöttetek? Hogy, de hát a geci gejzért minden reggel adom neki, fiam. Na de ne tartsál föl, légy szíves, beszélj a kis torszülöttjeid, de hogy pusztítsák el magukat innen. Kimegyek, jó, azt olyat rájuk baszok, hogy a tajkártya ketté szakad. Igen? Azt tudom. Igen, azt mondta a főnök, hogy olyat rávele a rajzére, Tolszangó kurvára, hogy beledagod az autóba. Az igaz amúgy. És ezt a hugadra mondta amúgy. És én nem félsz, hogy lekeverek egy salmért? Ja, üsd már meg, hogy mondtad ilyet? Passzál egyet. Ezt te mondtál, te mondtál én ilyet? Nem, ezt ő mondta, igen. Én ilyet nem mondok. Hát azért van egy határ. Ne haragudjál amúgy már igen. Meg. Azért a nők amúgy felé igen. A tisztelet, meg ilyenek, az hol marad? Passzál neki egyet! Hát a jobb kéz vagy, nem? Adj neki egy popol! És hogyha bal kézzel kapsz egy salmért, akkor mi leszel? Nagy passz. Te leszel halott. Na, én azt mondom viszont, hogy menjünk, mert menni kéne. Jó, figyelj, köztes megoldást fölajánlok, jó? Hogy nézek ki az ajtót? Hát, ne, nem kell megoldás. Nem kell megoldás. Főnek menni akar, látod? Ja, persze, szarnunk kell. Na figyeljetek, várja, most hova mész? Hát most nézek körbe, hogy mi a helyzet. Hát figyelj, most mindenki ide felsorakozott. Azt meg tudom tenni, hogy szólok neki, hogy mindenki üljön be az autóba, és menjen egy kicsit hátér. Ja? Hogy el tudjatok indulni. Jó, figyelj, legyen az akkor, jó? Persze. De annak a kék hajú kurvának szólj, hogy ne tartsa rám a fegyvert. Jó, de akkor kérem a túszokat. Jó, persze. Figyelj, hozzuk a túszokat, oké? Itt van a két túsz. Szevasztok, piai, minden jó? Szevasztok, szevasztok, minden karaj. Jó vannak, uram. Meg is csinálj. Ez a öreg ember meg akart erőszakulni. Meg is erőszakoltam, igen. Aha. Ennek is 4 óra van. Az öreg volt a felbújtó. Jó, rendben van. Köszönjük szépen. A túszok legyenek kedvesek, oda menni a hölgy kollégával, az kérek, olyan, mint a, olyan hangja, mint a Darth Vader. Meg fogják ismerni. Elnézést. Itt van a legfőjök az autód. Jó. Tipofés, gyere csak. Pillanat, csak fölmegyek újra a rádióra. Ez lesz. De volna mennyi azzal a legszélsővel. Na akkor minden rendőrt meg szeretnék kérni, hogy biztosítsunk nekik egy bizonyos mértékű egérutat. Így van. Mindenki szálljon be a gépjárművel és vonuljon hátra, hogy a szabadút. Így van, szabadút. Köszönöm szépen. Megnéztelek, csókolom. Van egy kis problém. Hát ez megérte. Passzopó jobb kéz. Elég gyanús volt. Már a nulladik percbe. Hát valószínűleg így szól a script, hogy el kell kapniuk, de amúgy nem kapnának el. Ezért vagyok szomorú. A Los Santosi rendőrség nevében felszólítom, hogy húzódjon félre és állítsa rá a gépjárművet. Elnézést, uraim! Viszontlátás! Passzopók! Nem hagyjuk a scriptet!
Semmi baj, jó vagyok. Levettek össze szépen. Hogy kell kikapcsolni ezt a gecis lámpát? Már lőnek, bazd meg. Mi van téli gumi? Nem hagyjuk annyiba. Kapaszkodjatok! Ajjaj! Semmi baj. Swiftre verjük a Verdát. Swiftre. Az meg, de honnan látta? Ez a mocskos szemét. Hogy annyira ilyen nosztalgia flow, kurva jó, hogy ilyen havas. Hát ez baj. Normális vagy? Ez rendőri túlkapás. Már most. Add ki magad megint rendőrnek. Random legyen az RP. Admirál, legyen szubod. Hadd nézzem meg! Mi a faszom történt itt, uraim? Mi a faszom lőtte le a célszemélyt? Látsz, igen volt megfejtve. Újraélesztés megkezdeni, köszönöm szépen. Amúgy ennek is sok esze volt, hogy elvitt egy nyomkövetős autót. Hát elkaptak. Ki a faszom lőtt? Lépjen elő! Kisú is elkaptak. Szerintem ő volt. Jöjjön közelebb. ICOC keverés? Mi? Nem szégyeli magát? Na? Hogy megy az újjáélesztés? Úgy látom, mindjárt hoz magát. Mindjárt főnök, várjon már. Befújjad neki. Jézusom, mi történt? Üljön le! Ülj le, öreg! Most kicsit pihenjére. Nagy sokkot kaphattál. Nagyon sokkot kaptam. Miért menekültél ennyire, bazd meg? Mi a faszom? Most azt gondoltad, hogy majd itt kirabolod a Nemzeti Bankot, azt mondja, elengedünk? Én nem raboltam ki semmit, áldozott vagyok. Túsz voltam. A nagy lófasz, lebuktál, bazd meg. Egy nyomkövetés autóval akarsz menekülni? Tehát ne elment az eszed? Mi van veled? Hát mit gondolsz, szerinted hogy találtunk meg? Rendőrautóval akarsz menekülni, mert nyomkövető van? Figyelj csak. Túsz vagyok, és téged átbasszak, ilyen hülye vagy, látod? Mi az, hogy átbasszak? Hát kiraboltad a bankot? Nem én raboltam ki, hanem az a baszkos geci. Nem? Hát elmondtam neki. Kutassátok át kétszeres a ruházatát? Mit fogunk nálad találni, öreg? Hát semmi, csak ami az enyém, azokat. Aha. Szóval ami nálad van, az minden a tiéd, ugye elismered? Így van. Hát persze, hát kié lenne, bazd meg.
Na, mit találtunk? Bal zsebét is nézzétek meg. Van nála egy kis jelöletlen pénz. Aha. Az a zseppénzem. Aha. Azt most az zseppénzem gyűjtök ajándékra. Jó, karácsonyban. De bevallotta. Legyenek kedvesek beletenni egy zacskóba. Az a karácsonyi ajándékpénz. Jó? Meg cigi pénz. Bilincseljék meg, legyenek kedvesek. Hölgyem, bilincset toljon rá, legyen kedves. Na mi van, bilincseljék már meg, mi van bá? Nem alszanak? Szégyenlősek. Köszönöm. Mehet is be a rendőrautóba. Mert nincs nála. Van egyébként. Nem is tudok inventarit nézni. Most mi lesz? Mi lesz szépen feled? Mész. Kérjél te bocsánatot ezért az eljárásért? Gyerünk vezető szállat és a kocsihoz. Tomorú vagyok. Viktor, nagyon szépen kösz a 4.13-at, ezt nem láttam. Na itt egy ideje beülni az autóba. Nagyon köszönöm a támogatást nektek, srácok. Ha tetszik, akkor nyomjatok egy like-ot, ez nagyon fonti. Köszönöm szépen. La-ra-ra. Van nálam, mert mindig van. Az öreg. Nem a régi már, amúgy igen. Valaki azt írja, unalmas. A testvérem, van egy X felül. Köszönöm, hogy itt voltatok ma. Awesome.